Nagyon izgalmasnak ígérkező téma következik ma. Nagy szeretettel köszöntöm előadónkat, Kardos Gézát, aki járt már nálunk, Pap Gábor tanár úrra volt olyan könyvbemutató, ahol együtt érkeztek, és ő miért az, nem is tudom, melyik talán munkát csinálja. Igen, meg a Üdv történet magyarul. Üdv történet magyarul, nagyon jelentős könyve Pap Gábor tanár úrnak, tehát találkoztunk már Kardos Gézával itt a Magyar Életek sorozatban. De most egy önálló témával érkezett, megjelent neki néhány évvel ezelőtt egy könyve, Melchizedek és az Ószövetség címmel, és ezt a különös rejtélyes alakot közelíti meg források alapján. Ki volt ez a Melchizedek, mi a jelentősége az üdvtörténet szempontjából, mit tudhatunk meg róla, ez lesz a mai előadásnak a témája. Úgy beszéltük, hogy itt részben lesz, tehát lesz majd egy negyed órás szünet, tehát két felvonásban lehet így mondani, fogjuk tárgyalni ezt a témát, úgyhogy akkor lassan bele is vághatunk. Hát a szokásos kérdések, hogy mindig elfelejtek a telefonokat, halkítsuk le, hogy ne zavarja, ne akadályozza a befogadást, az előadás alatt. És akkor én meg is kérem Kardos Gézát, hogy tartsa meg az előadást. Köszönöm szépen. Hát én is mindenkit szeretettel köszöntök. Megmondom őszintén, hogy meglepett Jobágyi Zsolt hívása és a kérdése, hogy tudnélik eljönnék-e ide, hogy önöknek egy kicsit meséljek Melchizedekről. Természetesen boldogan mondtam igent, annál is inkább, mert több mint 6 év telt el azóta, hogy megírtam ezt a kis könyvet, amit most talán fel is tudok mutatni, ezt a bizonyos könyvet, amit követett néhány könyvbemutató, de a többi az néma csend. Hogy miért? Annak természetesen megvan az oka. Lehet, hogy a ma este végére önök számára is világos lesz. Nem szeretnek Melchizedekről beszélni. Előjáróban csak annyit mondanék, hogy szerintem a Szentírásnak Jézus után a legfontosabb alakja, hát ehhez képest majd fogják látni, hogy mennyit foglalkozik vele a Szentírás. És miután, ahogy mondtam, néma csend az elmúlt 6 évben, ezért úgy gondolom, hogy ma is ugyanolyan jogos az a kérdés, amivel a könyvet is indítom, hogy kedves olvasó, hallott-e már Melchizedekről? És talán az átlagembernek körülbelül annyi esélye van ma is, hogy igennel válaszoljon erre a kérdésre, mint nekem volt úgy 15-16 évvel ezelőtt, amikor először találkoztam a Melchizedek névvel. A címről azért mondanék egy pár szót, mert nem egyértelmű. Melchizedek és az Ószövetség. Ha ugyanis valaki foglalkozott már a témával, akkor jogosan teszi fel a kérdést, miért nem az a cím, hogy Melchizedek az Új Szövetségben, vagy Melchizedek az apokrif iratokban, miért éppen az Ószövetségben? Hiszen ha valaki elolvasta már az Ószövetséget, inkább helyesbítek, belefogott, és esetleg eljutott a Teremtés könyvének a 14. részéig, akkor ott összesen 3 versben találkozik Melchizedek nevével. És a teljes Ószövetségben, itt most hadd mondjam, hogy sok bibliai idézet fog elhangzani a mai este folyamán, és én végig a Károli Bibliából fogok idézni. Tehát a Károli Bibliában összesen 39 könyvből áll az Ószövetség. A Káldi Györgyféle Bibliában van 7 olyan könyv, ami nem szerepel a Károli Bibliában, tehát ott több, ott 46 könyvről van szó. Ugye, mik ezek a könyvek? Mózes 5 könyve, és aztán még 34 másik könyv, pontosabban 33 könyv, akik a könyvnevet viselik, plusz Jeremiás síralmai, és ez így összesen 39. Ez egy hatalmas massza, és ebben Melchizedek összesen 4-szer szerepel. 3-szor, ahogy mondtam már, a Teremtés könyvében, ott is a 14. részben, a 18-19-20. Versben, és 1-szer pedig a Zsoltárok könyvében, ahol a 110. Zsoltár 4. énekében ezt olvashatjuk, Pap vagy te örökké Melchizedek rendje szerint. Na most ezzel az előfordulással azért nem fogunk foglalkozni, mert ez a mondat szó szerint megjelenik Pál apostol zsidókhoz írott levelének a 7. részében, ott is a 17. versben, és
a zsidó levelet pedig alaposan körül fogjuk járni. És ha már szóba került Pál apostol, akkor azért megint csak fölmerül egy kérdés. Hát ő rabbinikus nevelésbe részesült, ő egy kiképzett rabbi volt, Gamálielnek, a rendkívül művelt farizeusnak, írástudónak, a Sanhedrin, tehát a főtanács tagjának az egyik tanítványa, és hát már kiképzett keresztény üldöző is volt. És az emberbe fölmerül a kérdés, hogy honnan tudhatott ő olyan sokat erről a Melkizedekről, és olyan sokat, hogy a zsidókhoz írt levélben egy egész részt szentelnek, és ez a rész ez 28 versből áll. És még egy kérdés, hogy miért tartotta olyan fontossal, hogy ez közölje is? Hát erre majd meg fogjuk kapni a választ, de most hadd mondjam el, hogy én személy szerint hogy kerültem kapcsolatba Melkizedekkel. Azért mesélem ezt el, mert ez fog rávezetni az egész ma esti témánkra. A véletlennek köszönhető, már hogyha egyáltalán hiszünk a véletlenben. 15-16 évvel ezelőtt Pap Gáborral Nyíregyházára utaztunk, és hát az oda-vissza úton bőségesen volt alkalmunk beszélgetni, és valamiért engem akkor, már nem emlékszem, hogy miért, de nagyon foglalkoztatott az egyiptomi hieroglifás írás, és akkor azt mondta Gábor, hogy figyelj ide, hogyha téged ennyire érdekel ez a téma, akkor feltétlen olvasd el Borbola János Csillagszoba című zseniális könyvét. Na hát nekem több se kellett, másnap megvettem, és elolvastam, hát nem másnap, hanem jó sokáig olvastam, ez több mint 500 oldal, és tényleg zseniális, és annyira lenyűgözött, egyébként Borbola János, ő orvos és íráskutató, nem tudom most hol él, hát ő Hollandiában él, de hát ilyen kétlaki életet él, és ő az egyiptomi hieroglifás írásnak a megfejtője. Ebben most nem, ezt most nem részletezném, annyit azért mondanék, hogy nehogy elhiggyék, hogy Champollion megfejtette a rozeti kő alapján a hieroglifás írást, mert egy indogermán nyelvű valaki elvileg sem lehet képes rá, hogy miért, ez sajnos nem téma, de szívesen folytatnám, de akkor nem fogjuk befejezni sohasem. Tehát annyira lenyűgözött a könyv, hogy ahogy befejeztem, már fogtam is a következő Borbola könyvet, és annak az volt a címe, hogy a magyarok istene. És itt jön be a képbe Melkizedek. Tudnék, ennek a könyvnek a 17. oldalán, most sokszor fogok szó szerint idézni, de ezeket én nem megtanultam, hanem olyan sokszor olvastam, és annyit töprengtem ezek fölött, hogy valahogy megmaradt bennem. Hát nyilván, ami nem maradt meg, azt majd olvasni fogom, de ez megmaradt. A 17. oldalán következőt olvassuk. Érdemes felfigyelni a Melkizedek, emelek, íz adok hangtani párhuzamra. Ne tessék fölírni, aki ír, mert nem sokára vetíteni fogom. Bevallom őszintén, hogy ez nekem annyira nem tetszett, ez a hangalaki megfeleltetés, hogy az volt az első gondolatom, hogy ennél még lehet, hogy én is jobbat tudnék, de hát nem tudom, ki az a Melkizedek. És tulajdonképpen ekkor indult el egy, hát csak nem 10 évig tartó, hát azt mondom, hogy ismerkedés. Azért nem mondom, hogy kutató munka, mert az nem volt elég következetes és folyamatos. Ez alatt a 10 év alatt elképesztő mennyiségű Melkizedekkel kapcsolatos forrást kutattam fel és olvastam el. Valahogy az az érzésem, hogy mindent, ami az elmúlt 2000 évben ebben a témában megjelent, angol, német, francia nyelven, lehető legmélyebben ástam bele magam, és amit megdöbbentett, az az volt, hogy egyszerűen nem találtam egy olyan vezérfonalat, amire fel lehetett volna fűzni a Melkizedekkel kapcsolatos mítoszokat, legendákat, hiedelmeket, történéseket, pedig végig éreztem, hogy kell, hogy legyen egy közös gyökér, de az abból kinőtt fát valamikor gondosan tőből kivágták, és aztán amik a föld alól előbújtak új hajtások, azok már olyan távol kerültek egymástól, hogy úgy tűnt az embernek, hogy semmi közük nincs egymáshoz. Na és ezek között a hajtások között viszont felfedeztem egyet, ami nagyon is életképes volt, ez pedig az, amelyik Melkizedek okán egy sor az Ószövetséggel kapcsolatos megválaszolatlan
homályba maradt, vagy tudatosan homályba hagyott kérdésre irányította a figyelmet. Na, ezért kapta ezt a címet, hogy Melchizedek és az Ószövetség. Tudnék, amikor én elkezdtem és mentem előre ebben a kutatási témában, akkor az volt az érzésem, hogy ugye van az a játék, hogy valahonnan el kell elindulunk, és akkor meg kell érkezni valahol, de közben vannak állomások, ahol valamilyen feladatot meg kell fejteni, és az fogja eldönteni, hogy jól fejtjük, vagy nem jól fejtjük, hogy jó irányba fogunk a következő ellenőrző pont felé menni. És én állandóan belebotlottam ilyen ellenőrző pontokba, de ezek nem rávezettek, hanem inkább megtévesztették az embert, és ez mind az Ószövetségben volt felfedezhető. Úgyhogy mi is most tegyük azt, amit én is tettem, hogy először ezzel a bizonyos életképes hajtással foglalkozunk, és majd aztán a mai este végén megpróbáljuk megkeresni azt a bizonyos közös gyökeret. Ugye hát azt már láttuk, hogy Borbola János magyarul próbálta kiolvasni Melchizedek nevét, és mindjárt föl lehet háborodni. Hát miért akar valaki magyarul, bibliai, pláne ószövetségi neveket olvasni? Persze van egy kézzelfogható válasz, hogy tudnilik azért, mert akkor van értelme ezeknek a neveknek. Na de hát miért nem elég nekünk az Ószövetség, ami olyan páratlan pontossággal, tömören, látható erővel magyarázza ezeket a neveket? Hát, hogy értsék, hogy mire gondolok, összeállítottam egy csokorra valót ezekből a páratlanul pontos és mélyreható és látható erői magyarázatokból. Miután mindegyik Mózes első könyvéből, tehát a Teremtés könyvéből való, ezért csak a fejezet és a fejezeten belüli vers sorszámát fogom mondani. Tehát 4.25. Ádám pedig ismét ismeri az ő feleségét, és a szüleneki fiat, és nevezi annak nevét Szétnek, mert adott úgymond én nekem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Káin. Hát ez a Szétnek a neve. Aztán 16.11. És mondanéki az Úrnak angyala, ímé te terhes vagy, és szülsz fiat, és nevez nevét Iszmáelnek, mivel hogy meghallá Isten a te nyomorúságodat. 26.20. Gérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival mondván, miénk a víz. Ezért nevezi a kútnak nevét Észeknek, mivel hogy civakodtak vala ő vele. 29.32. Fogada azért le az ő méhében és szüle fiat, és nevezi nevét Rubennek, mert azt mondja vala, meglátta az Úr az én nyomorúságomat. Most már szeretni fog engem az én Uram. És aztán végül 38. És mondta Ráhel, nagy tusakodással tusakodtam az én nénémmel, és győztem, azért nevezi nevét Naftalinak. Ugye milyen tömörek és látható erejűek ezek a nevek, és ezek a névmagyarázatok, de ne ironizáljunk, hanem nézzük meg azt, hogy mit tudhatunk meg mondjuk az első emberről, vagy a nemek szétválásáról, vagy akár a zsidóság ősatjáról, hogyha az anyanyelvünket hívjuk segítségül. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessük, muszáj, hogy végig szaladjunk a magyar nyelv néhány megmásíthatatlan gránitba vésett szabályán. Azért kell ezeken végigmenni, mert valószínűleg a jelenlévő sokasága számára már ismerő, de csak egy valaki is van, akinek nem, akkor is meg kell ezt tennünk. És miért kell megtennünk újra meg újra? Mert ezeket a szabályokat nem tanítják az iskolában. Mert hogy az iskolában nem magyar nyelvtan tanítanak nekünk, hanem indogermán nyelvtant. És ez nem most kezdődött, de még most is tart. Hát gondoljanak csak arra, hogy hogyan választják el a gyerekek például azt a szót, hogy szívesen. Szívesen. Egyszerűen ketté vágtak egy gyököt, amit tilos. Nehogy véletlenül az a gyerek felismerje benne a szívszót, és nehogy véletlenül rájön arra, hogy itt egy szóbokornak a tövénél vagyunk, ami majd gyönyörűségesen fog hát, tovább rügyezni és ragozódni. Nem véletlen, hogy azt a nyelvtant, amit ma a gyerekeknek tanítanak, azt két nem magyar írta meg nekünk. Az egyik, ugye egy Paul Hunsdorfer nevű, tehát születési nevén, ugye Hunsdorfer Pál,
Ő egy felvidéki szívszer családból származott, tehát egy, és 16 éves korában kezdett először magyarul tanulni. A másik pedig Budenc József, aki majd 21 éves korában fog magyarul tanulni, mert 20 éves korában találkozik a Göttingeni Egyetemen Nagy Lajos teológussal, akivel összebarátkoznak, és az ő hatására kezd el kedvtelésből magyarul tanulni. Néhány évvel később, pontosan 1861-ben már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, mint magyar nyelvész. Mint magyar nyelvész. Szerencse, hogy Széchenyi már egy éve halott, és csak a sírjába fordult meg, mert ő ugye annak idején minden birtokának egy éves jövedelmét arra ajánlotta fel, hogy hozzák létre a Magyar Tudományos Akadémiát a magyar nyelv művelésére. No, hát ennyit erről, hogy miért kell ezeket a szabályokat újra meg újra végigvennünk, és akkor kezdjük is el. Tehát az első szabály az, hogy a magyar nyelvben csak a máshangzóknak van jelentésoldozó szerepük. Magánhangzók azt tulajdonképpen csak lélekkel töltik fel ezt a vázat. Ne csodálkozunk ezen, ahány magánhangzónk, annyi nyelvjárásunk. És hogyha valamelyik tájegységen éppen őznek, vagy aznak, vagy eznek, vagy íznek, vagy űznek, az minket nem fog zavarni. Pillanatok alatt rááll a fülünk, legfeljebb csak azt mondjuk, hogy jaj, de ízesen beszél. De megértési problémánk nem lesz belőle. Ezt mi úgy jelöljük, hogy majd fogják látni, mert fogok szavakat vetíteni, hogy a máshangzókat nagybetűvel írjuk, és a köztes magánhangzókat pedig kicsivel. Második tételünk, hogyha egy máshangzót hosszan vagy nyomatékkal kell ejteni, amit ugye a hétköznapi írásban máshangzó megkettőzésével jelöljük, mi úgy fogjuk jelölni, hogy a második előfordulást egy kicsi láb, hát ilyen alsó indexként írjuk fel, mert nem kétszer kell kimondani ezeket a máshangzókat, hanem azt mondjuk, hogy ott, vagy mit tudom én, nem tudom, most egy semmi se jut eszembe, más, hanem, vagy állat, ugye, hanem csak nyomatékkal, erőteljesebben. A harmadik szabály kicsit furcsán fog hangzani, ám de igaz, az vigasztalja bennünket, ez inkább csak a képírásnál alkalmazunk, és ez pedig úgy szól, hogy elvileg bármelyik hangot egymás után többször is kiolvashatunk. Na most ezzel nem fogunk tudni visszaélni, mert erről a nyelvünk belső szerkezete gondoskodik, ugyanis hogyha mondjuk kettőnél többször akarnánk kiolvasni, akkor ez már dadogássá válna. A negyedik szabály az a máshangzó kategóriákra vonatkozik, és itt most vetítem is. Tehát azonos kategóriába azokat a máshangzókat soroljuk, amelyek kiejtésekor a hangképző szerveink közel azonos állást vesznek föl, és ezért a kiáramló levegő is hasonló úton hagyja el az ajkunkat. És ez az oka annak, hogy ez okozza azt, hogy ezek könnyen átcsúsznak egyik a másikba. Hat más hangzó kategóriát különböztetünk mi meg a magyar nyelvben. Ezeknek az elnevezései nincsenek kőbevésve. Célszerű olyan neveket választani, amelyekben az adott kategórián belüli máshangzók minél nagyobb számban fordulnak elő, és akkor nézzük a hat kategóriát. Az első, ez az ugye pöfögő vagy befúvó kategória, a B, az F, a P és a V. Aztán a következő a jeles vagy jelíró, ezek a J, az L, az R és az Y. Majd következnek a tudósok, a TDT, aztán a nyámogos, közismertebb idegennével a nazálisok. Bocsánat, kicsit gyorsan beszélek, akkor szóljanak rám. A nazálisok, ide az M, az N és az Eny. Csak nem szeretnék az időből majd kifutni. Az M, az N és az Eny. Aztán jönnek a sziszegősök, az S, a C, a C és a Z, a G is ide tartozik. És az E és E természetesen. És végül a kőgősök, a KHGG. Na most ezek között, a kategóriák között, tehát nem minden írás és nyelv különbözhet meg ennyi kategóriát. Itt is két rendhagyó van. Az egyik az a sziszegősök, ugyanis ők tulajdonképpen egy határeset a mással és a magánhangzók között, mert nem rendelkeznek a mássalhangzók egyik legfontosabb ismérivével, hogy tudnélik hosszan csak egy magánhangzó kíséretébe tudjuk ejteni őket. Az sziszegni, zizegni addig tudunk, ameddig a szuflánk bírja, vagy engedi. A másik rendhagyó az viszont a nazálisoké.
Miért? Azért, mert ők nem csak egymásba, de egy más kategóriának valamelyik hangjába is át tudnak menni. Most sok mindenki mondja már most, vagy majd fogja mondani az elkövetkező hetekben, hogy megfáztam. Ugye itt az a nazális ebb, az a köhög, az a pöfögősöknek a béjébe csúszik át. Vagy azt mondja, hogy náthás vagyok, akkor a nazális en, az pedig a tudósnak a déjébe. Ezért most már csak a teljesség kedvéért hadd mondjam, hogy például a hindi és a szanszkrit nyelveknek az írása, az úgynevezett Devanagari írás, az nem is kezeli külön kategóriaként a nazálisokat. És akkor végül egy utolsó szabály, hogy tudnélik az azonos kategóriába tartozó más hangzók egymással felcserélhetők. Na és akkor most már nézhetjük Borbola Jánosnak ezt a bizonyos hangalaki megfeleltetését. Ugye látszik, hogy a másolangzók vannak nagybetűvel írva, magán, köztes magánzókkal, kicsikkel, és hát az is látszik, hogy miért nem, mi ebbe a zavaró. Az, hogy itt van egy tárgyasige, adok, de nincs tárgy. De mi már eleget tudunk hozzá, hogy pillanatok alatt kiküszöböljük ezt a hiányosságot, és pedig hogyan, úgyhogy a Melchizedek névben a tudós D-t megkettőzzük, mert ugye azt mondtuk, hogy akárhányszor kiolvashatjuk, most mi megkettőzzük, és az első előfordulást az azonos kategóriába tartozó T-re cseréljük, és már is sokkal jobban néz ki a dolog, emelek, ízt, adok. Ugye? Hát ezt azért mondtam, mert ugye nem tudom, hogy azt idéztem-e, hogy ebből az írásából, hogy gondoljunk csak az Úr felmutatásra, a kenyér és a bor jelképes felemelésére. Tehát ő itt arra gondolt. És akkor most nézzük az első embert, ugye Ádámot. A Ádám név az nem véletlenül, tehát ennek bizonyos változatai nem véletlenül, miután az első ember ős, más műveltségekben is megjelennek. Általában egy sziszegős végződéssel. Miért? Azért, mert ezek többnyire latin és görög forrásokban maradtak ránk. Mindjárt mutatok hármat is ebből. Az első, ez a dumuzi, azt zárójelbe tettem ezt a bizonyos sziszegős végződést. Itt ugyanaz a két más alangzó szerepel benne, csak a magánzókat cseréltük ki. A másik a tammuz, itt a tudós D-t, a szintén tudós T-re cseréltük az M-et. Az M az maradt, és így lett belőle a tammuz, és végül a harmadiknál, az Adonisnál pedig a D megmaradt, és a nazális M-et pedig az azonos kategória N-re cseréltük. És akkor mik ezek? Ezek az első ember nek a sumér, az akkád és a főníciai nevei. Nem görög, az ember azt mondja, hogy görög, de a görög itt is csak átvevő, mint általában mindig. Amit rögtön észre kell vennünk az Ádám névnél, hogy nem egy, hanem két más hangzó kategória köré szerveződik, és ez mit jelent, illetve mit jelenthet? Azt, hogy Ádám a teremtéskor még nem férfi. Ő még andogjűn, tehát benne van a női összetevője is. És hogyha ide fölnézünk, akkor rögtön látjuk, hogy igen, kiragozható belőle mind a férfi, mind a nő. A D-t ugye itt az azonos kategóriáit K-re változtatjuk, az M-et N-re, és már is ott van előttünk az atya is, és a nő is, de az anya is. Csak hát előbb lesz nő, és aztán anya. Szóval az már látszik, hogy nem járunk rossz úton, hogyha magyarul próbálunk neveket olvasni, de maradjunk még Ádámnál. Ugye mondtam, hogy ennek a női, nem mondtam, akkor most mondom, hogy ennek a női összetevőnek ki kell majd belőle válnia. És mikor történik meg ez a neveknek a szétválása? A bűnbeeséskor. És hogyan? Hát nem úgy, ahogyan a Teremtés könyvében olvasjuk, hogy az Úr kiveszi Ádám egyik oldalbordáját, és abból teremti meg a nőt, hanem egy ívet húz ki belőle, aminek a végén megjelenik egy fej, jelezvén, hogy megszületett a kettőség, de még csak szellemi értelemben. Pontosan úgy, ahogy az úgynevezett Kunhuta evangélium egyik miniatúráján láthatjuk. Na most itt egy pillanatra megállok, amikor készültem erre a ma estére, akkor
el kellett döntenem, hogy az a rengeteg idegen új, hát sokaknak, nem mindenkinek, de nagyon sokaknak idegen új név és fogalom, az a mi csináljunk. Tehát lehet két eljárás van. Az egyik az, hogy hagyjuk a levegőbe lógni, akkor nyilván pörgősebb a szöveg, vagy pedig gyorsan megpróbáljuk őket a helyükre tenni. Én ezt az utóbbi megoldást választottam, majd a végén mindenki eldönti, hogy jó volt-e a választás. Na most mindjárt itt vagyunk a Kunhutánál. Hát megmondom őszintén, amikor először találkoztam ezzel, hogy Kunhuta evangélium, azt se tudtam, eszik-e vagy isszák. Nem tudtam, hogy a Kunhuta az most micsoda, az egy helységnév, az most egy népcsoportnak a neve, az most egy vallási alakulatnak a neve. Hát legutoljára gondoltam arra, hogy ez egy női név. Pedig ez egy női név, és akkor ilyenkor az ember elkezd utána járni dolgoknak, és ez az egészben a szép. Tehát az, hogy belebotlok, és ezt mindenkinek javaslom, belebotlok egy új fogalomba, akkor elkezdek utána nézni. Amiközben ezt földerítem, ott is találok egy csomó új dolgot, akkor annak is utána nézek, és így elindul egy láncreakció. A végén jó esetben az ember visszatalál oda, ahonnan elindult. Na most itt a Kunhutánál, ki is volt ez a Kunhuta? És akkor most mondom, ez egy szép történet. Ugye IV. Béla királyunknak volt egy Anna nevű lánya. Én szerintem nem biztos, hogy ez a végeredményt írják csak föl, mert ez egy hosszú dolog. Tehát volt egy Anna nevű lánya, őt 3. Rosztyiszláv Mihajlovics kijevi nagyfejedelemhez adták feleségül, és nekik született többek között egy Kunigunda nevű lányuk. Ez már ismerős. És ez a Kunigunda 2. Ottokár cseh királynak lett a felesége, és az ő elsőszülött lányuk kapta a Kunhuta nevet, aki életének utolsó 19 évét özvegyként egy Prága melletti kolostorba töltötte, és az ő számára készült ez az evangélium, aminek egy miniatúráját itt látjuk. És akkor ilyenkor, hát ezt a Rosztyiszláv Mihajlovicsot, ezt nem kutattam tovább, megmondom őszintén, nem érdekelt különösebben, pláne egy harmadik. De a 2. Ottokárt már illik egy kicsit körbejárni, már csak azért is, mert komoly magyar vonatkozásai vannak. Ugyanis ő kemény harcokat vívott a magyar királyokkal, és nagy darabokat hasított ki a magyar királyság területéből. És itt van egy tragikus esemény, ez pedig a 2. Morva-mezei csata. Amikor is Habsburg Rudolf keveredett háborúba ezzel a 2. Ottokárral, aki egy zseniális hadvezér volt, és hát esélyese volt ennek a Habsburgnak, ennek a Rudolfnak, hogy ne töröljék el őt a földszínéről, családostól, mindenestől, és hova fordult segítségül? A mindössze 16 éves 4. László, Kun Lászlóhoz. És ő tekintette arra, hogy hát rendszeresen zaklatta őt ez a 2. Ottokár, és nem gondolta tragikus következményekre, megmentette a Habsburgokat, és elindította ezt a semmire kellő családot a felemelkedésnek az útján, és tönkreverte 2. Ottokár seregét, 2. Ottokár ott lelte halálát a csatamezőn, de ez a Habsburg Rudolf, ez még úriember volt, mert, és mutatok egy festményt, ez Tármornak a festménye, amikor hát oda megy és kezet nyújt a 16 éves magyar királynak, megköszöni neki. És szegény nem tudta még ez a Kun László, hogy milyen tragikus hibát követett el. Minden esetre azt mondom, hogy ő úriember volt, mert nem egészen 50 évvel később, vagy 500 évvel később az egyik leszármazottja, nevezetesen Mária Terézia már egyáltalában nem volt ilyen lovagias. Ugyanis amikor az apja 3. Károly meghalt, akkor megjelent zokogva karján az alig 1 éves Józsikával a magyar országgyűlés előtt Pozsonyba, és ezt azért felolvasom, mert ez eléggé borzasztó. Azt mondja, hogy 3. Károly halála után kirobbant a 7 éves háborúba torkoló örökösödési háború. Ekkor jelent meg könnyáztatta arccal karján az alig egyesztendős kis Józseffel a Pozsonyi országgyűlésen Mária Terézia. És akkor innentől Dümmert Dezső, Mária Terézia és a Magyar Nemesség című művéből idézek. A Pozsonyi országgyűlésen gyászruhában könyörgő királynő így beszélt.
Veszélyben forog saját személyünk és kedves gyermekeink. Elhagyatva mindenkitől, a magyaroknak annyi történeti emlék által híres fegyveréhez, ősi vitézségéhez és hűségéhez folyamodunk, hűségükre bízzuk magunkat, bennük helyezzük minden reményünket. És akkor ugye elhangzik az életünket és vérünket, felkiáltás, és megmentik megint a Habsburg-házat a magyarok. 3 hónappal később, amint megnyerte a nemesi felkelés fegyveres segítségét, és Pozsonyból visszatérhetett az ellenségtől, már nem veszélyeztetett Bécsbe, ezeket írta Kinszky grófnak, a cseh kancellárnak. Földet és talajt akarok, és ezért inkább el kell pusztulnia egész seregemnek, meg kell halnia minden magyarnak, mint hogy én valamiben is visszalépjek. Hát most őt ajánlották minden anya, magyar anya példaképének, és cserélték le vele Petőfi Sándor a bicentenáriumon. Na, de menjünk tovább. Tehát a Kunhuta evangélium. Most már pontosan tudjuk, hogy ki volt Kunhuta. És mit látunk rajta? Igen, az Úr egy ívet húz ki, és a végén megjelenik egy fej, tehát létrejön a kettőség, de még csak szellemi értelemben. Milyen szaporodásnak nevezzük ezt? Sarjadzásos szaporodásnak. Pontosan úgy, ahogyan Bartók kantáta profánájának az első soraiban hallhatjuk, vagy olvashatjuk, volt egy öreg apó, volt néki, 9 szép szál fia, testéből sarjadzott szép szál 9 fia. Hol van itt az anya? Sehol. Majd csak jóval később, mint egy valahol várakozó valaki fog magáról hírt adni. De van olyan példánk is, nevezetesen az 1400-as években épült dél-finnországi Lohja evangélikus templomának az egyik freskója, ahol, hát ez nem tudom mennyire látszik, ott fölül a kerekéze alatt, ugye ott fekszik Ádám, és szabályosan kinő a nő a testéből. Ott még csak nincs is jelen az atya. És vajon miért Éva a neve ennek az első nőnek? Hát azért, mert egy ívet húz ki. Hogy mondja az Évát az angol? Ívnek, a francia Évnek, mi Évának. De még a héberben is Havva a neve, tehát ugyanaközé a V köré szerveződik a név. És mire emlékeztet bennünket a Havva? Hát gondoljanak a Koshavára, a Bikahavára, az Ikrekhavára, természetesen a hónapra. És milyen naptárt használnak a szemita népek? A hold havi járásán alapuló holdnaptárat. És mire emlékeztet bennünket az ív szó? Az évre. És milyen naptárt használunk mi? A nap éves járásán alapuló naptárt. Na most azzal, hogy a nő, női minőség kiválik és önálló útra indul, ezzel elindul egy növekedési tendencia. Ez nekünk természetes magyar anyanyelvűeknek. Nő, növekedés, növevény, ugyanaz a szóbokor. Egyébként, hogy miért kell megcsonkítani, ne ismerje fel a gyerek a szóbokrokat, ne ismerje fel a struktúráját az anyanyelvének. Arany János, aki nagyon sokat, és hát akinál jobban nem ismert az anyanyelvünket szinte senki, amikor elkezdték ezt a gyalázatos művelet sort, ugye Hunfalvi és Budenc, akkor a következőket írta többek között. Boncolt csak nyelvész. Hát darabolták fel a gyökeinket. Boncolt csak nyelvész. Hát baj, hogy az áldozat elvész. Tartozik ezt erre át? Egy bizonyos, nem anyád. Hát egyiknek se volt anyanyelve a magyar, aminek a nyelvtanát ők írták meg a következő nemzedékek számára. Máig érvényes hatással sajnos. Hol hagytuk abba? Ja, igen. Tehát elindul egy növekedési tendencia, és ehhez már időre van szükség. Tulajdonképpen az idő itt jelenik meg a teremtésben. Addig, amíg csak egység van, addig az idő definiálhatatlan. Ahhoz, hogy az időt értelmezni tudjuk, ahhoz kétségbe kell esni, és meg kell jelenni a kettősségnek. Na most az, hogy ezt az időt hogyan modellezi, nem minősíti, de jellemzi az adott műveltséget. Nyilván, hogy ott, ahol a nap támadó erőként lép fel, tehát sivatagi környezetben, ott inkább a holdat tisztelik. Ahol viszont mérsékelt hatást fejt ki, két szélsőség közt elosztva a megvalósulási lehetőségeket, ott a nap lesz a meghatározó. Na most melyik a
a teremtő, és melyik a reflektáló, a befogadó. Hát nyilván a nap a teremtő, és a hold a reflektáló. Ez így van rendjén. A baj az akkor kezdődik, amikor a reflektáló teremtő szerepben akar feltűnni. Ám de ne hagyjuk ki a zsidóság ősatját, Ábrahámot se. Ő nem zsidó környezetből lép a Biblia színpadára. Mert mit olvasunk a Teremtés könyvében? Kihoztalak téged Úr Kászdimból, hogy néked adjam a földet örökségedül. Ez pedig azt jelenti, hogy Ábrahám, de még nem mint Ábrahám, csak mint Ábrám, a káldeusok Úr nevű városából indul el világhódító útjára. Ugyanis a Kászdim az a káldeusnak a héber megfelelője. És ahogy mondtam, egyelőre Ábrámként. De hát ez az Ábrám is szép magyar szó. Mert ugyancsak a Teremtés könyvében olvashatjuk a következőt. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye az ábra, az kép. Az Ábrám ezek szerint a mi képünkre és hasonlatosságunkra teremtett ember. És ez az Ábrám lesz majd, mikor a körülmetéléskor, onnantól kezdve Ábrahám. És most jön egy nagyon érdekes dolog, ami nagyon sok mindenkinek nem tetszik. Hogy tudnélik, az Ábrahám névben viszont nagyon szépen fölismerhető a Trimurtinak, ugye a Trimurti ez a hinduizmusban Isvarának, vagyis Istennek, Isten megnyilvánulásának a hármassága. Ott ugye Brahma a teremtő, Vishnu a fenntartó, igazgató, és Shiva a pusztítva újra teremtő. Tehát ebben az Ábrahám névben, vagyis a zsidóság ősatjának az új nevében, fölismerhető a Brahma. Mi a baj? Az a baj, hát nekünk nem baj, az a baj, hogy a Brahma az viszont szanszkrit szó. Hogyha fölütik Körösi Csoma Sándor szanszkrit-tibeti angol nagy szótárát, akkor a Brahmát a szanszkrit oszlopba fogják megtalálni, és az angol megfelelője the whole or pure, tehát a teljes, az egész, a tiszta, az igaz. Csak hogy azt is tudjuk, és ezt nem vitatják a nyelvészek se véletlenül, hogy a szanszkrit indogermán nyelv. Az indogermán nyelvekben pedig a szó elejé a, ugye Abraham, a szó elejé a, az nagyon gyakran, igen gyakran fosztóképzőként jelenik meg. Gondoljunk csak a tonális, atonális, morális, amorális, politikus, apolitikus, tomosz, atomosz, és így tovább szavakra. Vagyis a zsidóság ősatjának az új nevében egy teremtő erejétől megfosztott minőség jelentkezik be. Na most ez annyira izgalmas ez a téma, hogy itt tulajdonképpen este 9-ig le is ragadhatnánk, de nem fogjuk ezt megtenni. Viszont, hát mert akkor elkezdhetnénk a Noé nő, Kám kimenő, Jáfet, most a Noénak a fiaira, Jáfet javító, Sém semmitő, Lót állat, sára, száraz szavaknak a magyarul való olvasását, illetve neveknek és értelmezését. De hát erre most nincs időnk, de nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Elkezd értelmet nyerni az Ószövetség. És egy valamivel még adós vagyok. Ez pedig a János név. A lexikonokban a János címszónál ezt találják. A János bibliai eredetű férfi név, a Johannán szóból ered, és jelentése, jól jegyezik meg, Jahve megkegyelmezett. Tehát János annyi, mint Jahve megkegyelmezett. Na most ki a legismertebb János? Hát számunkra, keresztények számára biztosan az apostol és evangélista János, akiről úgy tudjuk, hogy egy és ugyanaz a személy volt, és akire Jézus halála előtt az ő háromdimenziós földi létét hagyományozta. Mert mit mond a keresztről Jézus? Ugye ott áll a kereszt alatt Mária az anyja és János apostol. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. És ez azt jelenti, hogy János nem hal meg, nem véletlen, hogy ő az az apostol, akinek nincs holtteste. Tehát ő már itt van közöttünk, mindig is itt volt, és itt is marad, és nem öregszik. Ezért van az, hogy minden apostol ábrázolása, ott van egyre vénebb apostolok, meg ott van János, aki szakálltalan, tehát csupaszképű, és fiatal. Például Albrecht Dürernek a Négy apostol című
festményén, ezt 1526-ban festette, de még ennél is sokkal ismertebb Leonardo da Vinci utolsó vacsora című freskója. Na most itt a Jézus jobbján ülő alakot, azt minden áron Mária Magdalénával akarják azonosítani. Pontosan tudjuk, hogy miért. Nem tudom, hogy föltűnt-e önöknek, hogy az elmúlt több mint 70 évben ilyen elképesztő kampány folyik Jézus deszakralizálására. És ennek a folyamatnak vannak nagyon jól azonosítható állomásai. Néhányat hadd soroljak fel, nem időrendi sorrendben. 1951-ben megjelenik Nikos Kazantzakis Krisztus utolsó megkísértése című könyve, és óriási siker lesz. Hát Kazantzakis már világhírű, mert 5 évvel korábban, 1946-ban kapják kézbe az olvasók az Orbánsz a görög című könyvét, amiből nem sokkal később egy nagy sikerű film készül, ugye Anthony Quinn-nel a főszerepben. És ebben a Krisztus utolsó megkísértésben az utolsó fejezet az arról szól, hogy Jézus már ott van a keresztfán, haldoklik, és akkor látomása támad, és ebben a látomásban ő feleségül veszi Mária Magdalénát, és az asszony halála után, ilyen disznóság, az asszony halála után Lázár nővéreivel, Mártával és Máriával él együtt, és tőlük gyerekei születnek, tehát még bigámia is van, és egy szép öregkort ér meg Jézus. És akkor vége a látomásnak, megint ott van a keresztfán, iszonyatos kínok között, és akkor hálát ad a Teremtőnek, hogy ellen tudott állni a kísértésnek, és így be tudta teljesíteni a küldetését. Na most, Kazantzakis könyve, ez egy jó alap. Erre már lehet építkezni. 2003-ban megjelenik Dan Brown Da Vinci Code című könyve. Abbé már 3 évvel később, ugye a Krisztus utolsó megkísértéséből azt hiszem, hogy 1988-ban készül el, nem tudom, hogy Martin Scorsese csinál belőle filmet, és de a Da Vinci Code-ból már, ugye az 2003-ban jön ki a könyv, már 2006-ban már ott a hollywoodi szuperprodukció. És Dan Brown már tényként kezeli, itt már nem egy látomásról van szó, szóval már tényként kezeli, hogy Jézus nem halt meg, feleségül vette Mária Magdalénát, gyerekeik születtek, sőt, a leszármazottaik ma is élnek, és a templomos lovagoknak a szent küldetése, hogy ezeket a leszármazottakat védelmezzék. Aztán persze előkerül Leonardo kézzel írott feje, hát mondjuk mással nem is lehetett írni akkor, bár Leonardonál nem lehet, sose lehet tudni, de minden esetre a feljegyzése, mert ő maga igazolja azt vissza, hogy igen, az alakot Jézus jobbján, az Mária Magdaléna, és aztán még egy nagy habot is tesz a torta tetejére, mert fény derül a Szent Grál rejtélyére, és a Szent Grál ugyanis nála Mária Magdaléna fedőneve. Na most a 70-es évek elején találnak valamit. Mit találnak? Júdás evangéliumát. Ugyanaz semmiből hirtelen előkerült. És ennek a 4 legfontosabb tétele ennek a Júdás evangéliumnak, az első, nem egy Isten van, hanem sok. A második, a földi világot egy ilyen alacsony rendű istenke, őnál a Demiurgos nevet viseli, teremtette. Egyébként ez a Demiurgos azonos Shelley megszabadított Prométheuszának Demogorgonjával, ő a teremtés előtti ősködnek az istene. Ne olvassák el a Shelley művet, mert én most elmondom a végét, lelövöm a poént, mert ez a Demogorgon az, aki elhozza a végső boldogságot az emberiség számára. Hogyan? Úgy, hogy a mennyországból letaszítja a pokol legmélyére, mit gondolnak itt? Nem, de Jupitert. Na hát ez ilyen szép Shelley-nek ezek a víziói. És akkor a harmadik tétel az, hogy a világ egy nagyon komisz, gonosz, rossz helye, onnan menekülni kell. Negyedik tétel, Jézus nem volt Isten fia. És akkor az ember fölteszi a kérdést, hogy mi jöhet ezután? Mondjuk Júdás szenti avatása. És hogyha valaki ezt túlzásnak tartaná, akkor gondoljanak bele, hogy kik
és hol döntenek ilyen kérdésekbe? Most azok, akiknek 1971 óta, mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki az audiencia terme, ugyanis 1971-ben adták át a Nervi által tervezett pápai audiencia termet, más néven 6. Pál közösség termet. Benne a Pericle Fanzini tervezte több mint 8 méter magas bronzszoborral, aminek a címe a feltámadás. Majd mindjárt fogják látni. No, ott látják azt a, hát a környezetébe biztosan nem illő, elég randa épületen, mint egy sportcsarnok. Egyébként ez a Vatikán és Róma határán van, tehát átnyúlik, körülbelül az egyharmada átnyúlik a fővárosba. Hát valószínűleg nem a főváros kanyarított le kétharmad résznyit a Vatikán városból, hanem fordítva. És akkor most azt kérem, hogy most engedjék el minden előítéletüket, hagyatkozzanak csak az asszociációs képességükre, és ne gondoljanak összeesküvés elméletre, majd együtt fogunk gondolni nem sokára, és nézzék a következő képeket. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy véletlen a hasonlóság? Beléptünk. Ki néz itt szembe a hívekkel? Ott a háttérben látszik, azon a dobogon, ott van a pápának a karosszéke, és mögötte, majd fogjuk közelről is látni, ez a bizonyos Pericle Fanzini által tervezett bronzszobor. Nézzék csak! Hát az emberbe fölmerül, hogy lehet, hogy kígyót melengettünk, és máig is melengetünk a keblünkön? Hát ez borzasztó. És akkor itt van ez a bizonyos feltámadás című szobor, ahol az egyetemes megváltónak a teste egy kígyó fejben végződik. Na, ennyit a Jupiter, vagy a Júdás szenti avatásáról. De ezt ne nézzük túl sokáig, hanem térjünk ide-vissza. És ugye azt már láttuk, hogy miért próbálják Mária Magdalénát belelátni ebbe az alakba. Hát mi az, ami lehetővé teszi nekik? Az, hogy ez annyira nőies. Biztosan azért, mert ugye emlékeznek még, hogy mit jelent a János? Jahve megkegyelmezett. Azért ilyen nőies, mert Jahve megkegyelmezett. És nem azért, mert János annyi, mint Jányos, János annyi, mint Lányos, csak nem héberül, hanem magyarul. Azt hiszem, hogy ennyi elég volt ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért akarta a Borbála János magyarul kiolvasni Melchizedek nevét, és hogy miért teszek majd én is kísérletet az este végén erre. De arra is elég volt, ami eddig elhangzott, hogy belássuk, hogy nem kell kidobni az Ószövetséget, mert abban zárványban nagyon sok tudás rejlik. És miért mondom, hogy zárványban? Azért, mert az az Ószövetség, amit nekünk mutogatnak, amiből nekünk a pap felolvas, az egy innen-onnan összelopkodott írásmű. És hogyha ezért engem pellengére akarnak állítani, gyorsan áthárítom a felelősséget a katolikus egyház egykori feje, néhai 23. János pápára, akit az olaszok Il Papa Buononak, tehát jó pápának neveztek, és idézni fogok 23. Jánosnak 1962. július 1-én a II. Vatikáni zsinat megnyitóján mondott beszédéből egy részletet. Feltéve, hogy megtalálom. No, azt mondja, idézet következik. Ezt a, persze azt mondják, hogy ez nem hangzott el, de az a probléma, hogy az Azione Cattolica Italiana egy nyomtatott füzet formájában ezt kiadta. Most az Azione Cattolica Italiana egy 1905-ben 10. Pius pápa által létrehozott, közvetlenül a püspöki kar irányítása alatt álló laikus, tehát nem klerikusokból, hanem világi tagokból álló szervezet. Ma is van, ma is működik. És ők ezt kiadták, innen tudjuk. És a következő az idézet. A szemináriumainkban alig van ékes szólástan, és a hívek kénytelenek végig kínlódni az új papok gyatra beszédeit és naív, pietózus meséit.
tele a fejük spekulatív dogmával, és az Ószövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, és beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, a minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást. Vagyis hamis és ókori nívon mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia nem különben a megtalált Sumir első biblia, ez a úgynevezett paralel biblia, mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népeknek, úgy mint Sumir, Akkád, Káld, Babiloni megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk valami ózsdi judaizmussal, és nekünk nem elég Krisztus az Isten fia. Idáig az idézet. Hát sokba kerültek ezek a mondatok 23. Jánosnak, mert nem sokkal később már halott, de ne gyártsunk összeesküvés elméletet, még akkor sem, hogyha a helyére lépett 6. Pál, aki ők az összes létező nagyhatalomnak az ügynöke volt, és ő volt az, aki a szovjeteknek feladta az összes Szovjetunióba átment olasz papoknak, elküldte a névsorát, akiket mind elfogtak és kivégeztek. De minden esetre az ő irányítása alatt, és az ő számára készült ez a bizonyos audienciaterem, éppen a regnálásának a közepén, mert 63-tól 78-ig ült a pápai trónon, és ezt 71-ben adták át ezt a konferenciatermet, vagy audienciatermet, szóval teljesen más irányt vett a zsinat, mint ahogyan azt a jó pápa eltervezte. Hanem inkább azt nézzük meg, hogy mire alapozhatta azt, amit mondott 23. János. Nos, a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának a növendékei 1871-ben fordították magyarra dr. Heinrich Lücken az emberi nem hagyományai, avagy Isten ős kinyilatkoztatása a pogányok közt című hatalmas, több mint 500 oldalas művét. És ennek az az érdekessége számunkra elsősorban, most, a mostani témánk számára, hogy ez a könyv, ez az írás tartalmazza a világ minden részére szétküldött első, hangsúlyozom, első judeokrisztián térítőknek a beszámolóit. És mi volt ezekben a beszámolókban a közös? Az, hogy nincs mit téríteni. Mindenütt ugyanazokat az erkölcsi alapelveket, azokat az etikai normákat találták, mindenütt jelen volt a teremtéssel, a bűnbeeséssel, az özönvízzel kapcsolatos mítoszok megjelentek, mindenütt jelen voltak az eszkatológiára vonatkozó elképzelések. És ez mit jelenthet? Az, hogy kellett, hogy legyen valamikor egy közös ősvallás, ami egy közös ősnyelven íródott, tehát amikor mi bibliai neveket magyarul olvasunk ki, akkor nem csak a magyarság, hanem az emberiség számára fedezzük föl a Biblia egy lehetséges másik olvasatát. És egy valamit azért ne felejtsünk el, hogy már ugye mi a legnagyobb probléma az Ószövetséggel? Az, hogy a zsidóság szentkönyveként akarják nekünk eladni, holott a legkevesebb közük nekik van hozzá. És mivel nem az ő hagyományaik, nem az ő mítoszaik, nem az ő vallásuk jelenik meg benne, ezért nem is értenek belőle semmit. És még valami. 312-ben egy római császár, első Konstantinusz az, aki engedélyezi a kereszténység szabad gyakorlását a birodalom területén. 68 évvel később egy másik római császár, Theodosius az, aki államvallását teszi. Na most gondolom, senkiben sem merül fel, hogy mélységes, mély vallási meggyőződés vezette ezeket a császárokat a döntésükben. Mint ahogyan a két évvel később, 382-ben a római zsinaton befejeződött kanonizációnál sem. Ugye a kanonizáció az a különböző iratoknak vagy írásoknak az egyház által a Bibliába való besorolásának a folyamata. Tehát itt hatalmi
politikai, gazdasági, pénzügyi érdekektől vezérelt emberek voltak azok, akik eldöntötték, hogy mi az, ami Istentől sugallt szent írás, és mi az, ami nem. És mi a legnagyobb veszélye annak, hogyha elhisszük azt, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig azonos ihletettségű szentírás. Az, hogy akkor előbb-utóbb azt is el fogjuk hinni, hogy az éppen háromszoros terjedelmi Ószövetség tartalmi súlya és háromszorosa az Új Szövetségnek. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy a judeokrisztianizmusban a judeoelem szép fokozatosan kiszorítja a krisztusi tanítást, és hát ennek vagyunk a tanúi. Ennek a végjátékát éljük éppen. És akkor most ezután a rövid bevezető után kezdjük az ismerkedést Melkizedekkel, és kezdjük az Ószövetséggel. Ugye azt mondtam már, hogy az Ószövetségben mindössze három mondat foglalkozik Melkizedekkel. Ez tehát a Teremtés könyve, tehát Mózes első könyve 14. fejezetének a 18-19. 20. verse. Most mielőtt idézném ezeket szó szerint, azelőtt helyezzük már el ezt a három verset a megfelelő környezetbe. Tehát ez az egész 14. fejezet, ez négy királynak a Szodoma és Gomorát, hát uralló öt király ellen vezetett sikeres hadjáratát írja le. Az már nem tudom melyik mezőn, de minden esetre összecsapnak, és ez a négy király, ez megsemmisítő vereséget mér az öt királyra. Aztán, ami összeszedhető, az összeszedik Szodomába és Gomorába, és embereket, állatokat elhurcolnak fogságba. A probléma az az, hogy Lót, Ábrahám, itt ekkor még csak Ábrám, unokaöccse is Szodomában élt a családjával, és őket is elviszik. Rabságba viszik a győztes négy király. Amikor erről értesül Ábrám, bocsánat, hogy mosolyog, de most olyasmit fogok mondani, hogy bennem mosolyt gerjeszt, szóval összegyűjti 318 válogatott legényét, és a királyok üldözésére indul. Négy király, akik éppen legyőztek öt királyt. Ő 318 válogatott legényével az üldözésükre indul, az éjszaka folyamán már rajtuk üt, megsemmisítő vereséget mér rájuk, aztán Lótostól mindenestől hazatér. És akkor innentől idézném a 18-19. 20. verset. Melkizedek pedig Szálem királya, kenyeret és bort hozza, ő pedig a magasságos Istennek papja vala. És megáldá őt, és mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet ad a néki mindenből. Na most, kevés ez vagy sok? Hát, hogyha úgy veszük, hogy az egyébként meglehetősen hát bőbeszédű Ószövetség mindössze ezt a három mondatot szenteli Melkizedeknek, akkor kevés. Ha viszont azt nézzük, hogy mi minden olvasható ki ebből a három mondatból, akkor nem biztos, hogy olyan kevés. Hát nézzük, hogy mi olvasható ki belőle. Először is megtudjuk azt, hogy Melkizedek Szálemnek a királya. Erre mindjárt majd vissza fogunk térni. Megtudjuk azt is, hogy Melkizedek király, méghozzá pap király, akit a magasságos Isten emelt papi méltóságra. Azt is megtudjuk, hogy az Ábrámmal való találkozóra kenyeret és bort visz magával. Hát nyilván nem házi bulira készültek, mert hiszen áldásról lesz szó, vagyis Melkizedek több ezer évvel Jézus születése előtt már kenyérrel és borral áldozott. És azt is megtudjuk, hogy megáldja Melkizedeket, és akkor nézzük, hogy mi lehet ez a Szálem vagy Sálem. Most ez bizony Jeruzsálem. Jeruzsálem. Héberül Jerusalem, görögül Hierosalém, latinul Hierosolima. És most már kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy nézegetjük magyarul is ezeket a neveket. A Hiero előtaktól nyugodtan tekintsünk el, azt a görögök ragasztották hozzá, és azt jelenti, hogy szent. Hoppá, hoppá, hoppá. Mi történt itt?
Hát kimaradt egy kép, de lehet, hogy majd fog jönni. Tehát akkor ezzel most, hát nem tudom, ne várjunk ezzel. Mert hogy, nem is értem, hogy addig vacakoltam, amíg eltüntettem ezt a képet. Ugyanis itt arról van szó, hogy egymás alá szépen fölírtuk a szokott módon ezeket a, tehát az, hogy Szálem, az, hogy Szaláim, az, hogy Szolima és Szalém, és legalulra azt mondjuk, hogy ez minek a hanggal, aki meg tökéletes megfelelő, a sólyomnak. Ez bizony a szent sólyomnak a városa volt, Jeruzsálem, és ennek volt a pap királya Melkizedek, és vajon kik lakhatták ezt a várost? Hát nyilván olyan népek, akiknek a számára a sólyom valamilyen okból kifolyólag fontos volt. Na most azt tudjuk, hogy a szkíták mítikus madara a Turul volt. Kézai Simontól azt is megtudjuk, hogy Attilától Álmosig a koronásfejű Turul volt a magyarok hadijelvénye. De gondoljunk csak Emese Álmára, vagy a még sokkal, de sokkal régebbi szkíta leleteknek a ragadozó madaraira. Tehát a Krisztus előtt 1200-ban bekövetkezett zsidó megszállás előtt Jeruzsálem lakói minden bizonnyal szkíta népek voltak, és feltehetőleg az ő leszármazottaik voltak azok, akik a Krisztus előtt 40-ben a várost elfoglaló pártusokat felszabadítóként köszöntötték. És máig az ő szent, és nem máig, de nagyon sokáig még az ő szent helyük maradt a Szent Sólyom városa. Ismerünk hasonló példát? Hát persze, attól, hogy 1920-ban Trianonban Erdélyt Romániához csatolták, attól Csíksomű még az egyetemes magyarságnak a szent helye, az arándok helye. Tehát nagyon is ismerünk ilyen példát. És aztán ugye ott van a 20. vers, amit újra föl fogok olvasni, mert ez kicsit kétértelmű. Számomra nem az egyébként, hanem nagyon is egyértelmű, mert e szerint a megfogalmazás szerint bizony, bármilyen szomorúan is kell ezt közöljem, Melkizedek ad tizedet Ábrámnak. Hogy is hangzik ez a bizonyos? Teljesen összekevertem. Igen. Áldott a magasságos Isten, aki, ezt Melkizedek mondja, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet ad a néki mindenből. Hát ez a megfogalmazás, ez bizony, azt jelenti, hogy Melkizedek adott tizedet. Egyébként, hogyha föllapozzák a magyar katolikus lexikont, akkor a Melkizedek címszónál többek között a következőt találják, hogy Ábrahám adott-e mindenből tizedet Melkizedeknek, vagy fordítva, Melkizedek Ábrahámnak, ez vitatott kérdés. Hát ezek szerint, ha nincs az áruló Pál apostol, akkor sohasem tudjuk meg az igazságot. És ezzel tulajdonképpen el is érkeztünk Pálhoz. A Melkizedek dosszié harmadik kult szereplő, ez ugye első volt Ádám, a második Ábrám, a harmadik pedig Pál. Pál az Krisztus után 5-ben született a kis-ázsiai kereskedelmi és kulturális központnak számított Tarsus városában. Ruben családjából származó hellenizált zsidó családban. A hellenizált zsidóknak, azokat a zsidókat nevezzük, akiknek a műveltségében a zsidó és a görög kultúra elemei keverednek. A legismertebb és talán legjelesebb képviselőjük a Krisztus előtt 20 és Krisztus után 40 közötti időben élt alexandriai Filon volt, őt majd még egy helyen meg fogjuk említeni. Tehát hellenizált zsidó családban született, Saul volt a zsidó neve, a Pált a nem zsidók előtt használta. Eredeti foglalkozása sátorkészítő volt, és egyébként római polgárjoggal rendelkezett, amire ő hivatkozott is, és ez neki nagyon jót tett, mert ellentétben a többi brutálisan kivégzett, felnégyelt, keresztre feszített, megnyúzott apostolal, őt lefejezték. Zsidó neveltetésben részesült, azt már azt hiszem említettük, hogy
hogy Gamaliel rabbinak volt egyik tanítványa, és mellesse kiképzett keresztény üldöző. Állítólag jelen volt protomártir István kivégzésénél. Aztán a Damaszkuszban levő keresztény közösségeknek a felkutatására küldték, és ott a damaszkuszi úton érte őt az a csodás, hát is van élmény, aminek hatására bekövetkezett a pálfordulás, és keresztény üldözőből Jézus tanainak az egyik legelhivatottabb és lelkesebb hirdetője lett. A ő személye azért megosztó, mind a keresztények, mind a zsidók között. A zsidók azt mondják, hogy elárulta a zsidóságot, és rabbiból Jézus követő lett. A keresztények egy része meg azt mondja, hogy de, hogy is fordult ő meg, ő megmaradt ugyanaz a rabbi, aki szépen becsempészte az Ószövetséget a már bimbózó ős keresztények közzé. Na most megmondom őszintén, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel. Engem az se érdekel, hogyha nem is létezett Pál apostol, mert amikor ilyen vitákat folytatnak, vagy például az, hogy most Jézus zsidó volt, pártus volt, szkíta volt, magyar volt, ez mindig a lényegről tereli a figyelmet. Jézus esetében a szeretetvallás meghirdetéből a legáldázabb bűnlet forrását kreálják, mert nyilvánvaló, hogy minden kirekesztett egyre nagyobb gyűlölettel fordul a kirekesztő irány felé. És ugyanez a helyzet Pál apostolnál is. Nem az a lényeg, hogy ő most megfordult vagy nem fordult, hanem maga a jelenség a lényeg az, hogy Jézus születésével egy új korszak vette kezdetét. Tehát onnantól kezdve már nem a törvény, hanem a kegyelem az, ami kimondja az utolsó szót. És ez a pálfordulásnak a lényege, hogy úgy tudok én egy teljesen új életet kezdeni, hogy nem kell megtakadjam az előző életemet. Tehát akik nagyon erőltetik ezeket a vitákat, hogy most megfordult, nem fordult, pártus volt, zsidó volt. Először is, amikor valaki azzal jön önöknek, hogy Jézus zsidó volt, akkor én vagy nekem, akkor én egyet szoktam nekik mondani. Nem tudom, de azt tudom, hogy te nem vagy keresztény. Lehetsz iszlámhívő, lehetsz unitárius, lehetsz ariánus, lehetsz antitrinitárius, de nem lehetsz keresztény, mert a kereszténységnek a legfontosabb tételét nem fogadod el, az, hogy Jézus Isten fia volt. Mária családfájáról meg szó se esik a Bibliában. No, hát akkor ennyit erről, és akkor nézzük, hogy hogyan nyilatkozik Melkizedekről Pál apostol a már említett zsidókhoz írott levélbe, annak is a 7. fejezetében, ez 28 versből áll. Én az 1-től 13. verset, ha megengedik, felolvasom, mert ezek fontosak. Nem fogom megtanulni. Lesz egy hely, ahol azt fogom mondani, hogy teljes az űrzavar Melkizedek ügyben, és most itt nálam teljes az űrzavar a jegyzeteimnél. Tehát, igen, megvan. Mert ez a, tehát első zsidókhoz írott levél, 7. rész, 1-től 13. vers. Mert ez a Melkizedek Szálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván őt megáldotta. Akinek tizedet is adott Ábrahám, hát ő nála már nem kérdés, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Szálem királya is, azaz békesség királya, erre majd még visszatérünk. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén Isten fiához pap marad örökké. Hát ez az, amit azt hiszem, hogy ennek a könyveskének a hátsó borítóján van, ezt fejből tudom. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka. És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jól lehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak, de az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta. Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet, és itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él. És hogy úgy szóljak,
Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is, a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában vala, amikor annak elébe ment Melkizedek. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltoztatásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül. Első 13-es, a 14-től 28. versbe Pál apostol már Jézusról beszél, de végig úgy, mint a Melkizedek rendje szerinti főpapról. Na most, ha az ember olvassa ezeket a sorokat, akkor tökéletesen megérti azt, hogy miért nem beszél a pap az ószékről, Melkizedekről. És azt is megérti, hogy miért ez a Biblia könyvek közül az, illetve részletek közül az, aminek az eredetiségét vitatják. És hogyha sikerül a szerzőnek a kilétét kétségbe vonni, kérdésesíteni, akkor ez a levél kikerülhet a kánonból. Ugyanis az új szövetségben a kanonicitásnak a legfontosabb kritériuma az apostoli szerzőség. És hát nagyon azon vannak, hogy ez kerüljön már onnan ki. És akkor most vessük össze a hármat, hát a 28-at, de most mi csak 13 verset olvastunk el, a hármat a 13-mal, és nézzük meg, hogy mi az, amit kiolvashatott az Ószövetségből is Pál apostol, és mi az, amit nem. Hát azt, hogy Melkizedek király volt, pap király, ez benne van az Ószövetségben. Az is, hogy elé ment Ábrahámnak, hogy kenyérrel és borral áldozott, hogy megáldotta Ábrahámot, ez is benne van. Az is benne van, hogy ő a magasságos Isten által lett papi méltóságra emelve. És aztán azért csak kibújik Pál apostolból a rabbi, amikor a Szálem névvel foglalkozik, mert hogy azt mondja, hogy ugye Melkizedek, aki elsőben is igazság királya, de a békesség királya. És most az igazság királyt honnan veszi, azt nem tudom, de a békességet azt tudom, az nyilvánvaló a shalom, a héber béke szóból. Itt csak egy baj van, és pedig az, hogy az már említettem, hogy Krisztus előtt 1200-ban történik meg a zsidó, Jeruzsálemnek a zsidó megszállása. Na most egészen biztosak lehetünk benne, hogy addig az időpontig ott abban a városban túl sokszor ez a shalom köszöntés nem hangzott el, de annyiszor biztos nem, hogy a városnak is nevet adjon. És tegyük ehhez hozzá, hogy 200 évvel korábban, az úgynevezett Amarna levelekben, majd mindjárt mondom, hogy ezek mik voltak, és még régebben, tehát a zsidó megszállás előtt több mint 700 évvel, a Krisztus előtti 19.-20. században keletkezett egyiptomi írásokban is szerepel egy Uruszalim nevű helység, ami Akkádul azt jelenti, hogy Szalim városa. Tehát semmiképpen se higgyük azt el, hogy a Shalom szóból származik a Jeruzsálem városának az elnevezése. De erre majd még fogunk találni megerősítést a későbbiekben is. És akkor elhangzott ugye az Amarna levelek, azért mondtam, hogy az idegen vagy ismeretlen dolgokra azért kitérnék. Ez a Krisztus előtti 1400-as évek közepén egy ideig fővárosként is szolgáló Ahet Aton, mai nevén El Amarna városnak a romjai alól került elő ez a lelet együttes. Itt 382 darab akkád ékírásos tábla alkotja ezt a leletet, így néznek ki ezek a táblák, és ezek az Eknaton fáraó korából származó államigazgatási feljegyzéseket rögzítették, illetve más uralkodóknak az egyiptomi fáraókhoz küldött leveleit, és ezekre a levelekre a fáraók által küldött válaszoknak a másolatait. Tehát ezek voltak az Amarna levelek. És akkor
Mi az, amit biztosan nem olvashatott ki az Ószövetségből Pál apostol? Hát azt, amit fejből idéztem, hogy tudnélik, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való sem, napjainak kezdete sem, életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén Isten fiához pap marad örökké. És akkor itt jön egy rendkívül fontos dolog, és itt most megint ezt már nem tudom fejből idézni, de megismétlem, amit egyébként már hallottak, mert a 8. versben ehhez kapcsolódik a következő mondat, és itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él. A 15-16. Versben pedig így folytatja, és még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkizedek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészedetlen életnek erénye szerint lett. És akkor most felolvasok egy nagyon fontos mondatot, ha tehát a lévita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Na most, miért kellett a levita papokat szerénységre intenie Pál apostolnak? Azért, mert már 2000 évvel ezelőtt is lehetett látni és tudni, hogy végveszélybe sodorják a világot, ha Istennek kezdik magukat képzelni. És hogyha ez túlságosan erősnek tűnik, ez a megállapítás, akkor vegyék meg Miklósvölgyi János Ábel útján az Izenheimi Oltár üzenete című könyvét, és lapozzák fel a Pap Gábor által írt utószót, és ott nézzék meg azt a három képet, amely Mária mennybéli koronázásának a jelenetét ábrázolja. Na most ezt a jelenetet, ezt hagyományosan úgy ábrázolták, hogy középen van Mária, egyik oldalán az atya, a másikon a fiú, és ők együtt teszik föl a koronát a fejére. Így. Na most ez a kép a Villeneuve-sur-Avignoni municipálban megtekinthető. 1413-14-ben készült, és az alkotója pedig egy Enguerrand Carton nevű festő. Tökéletesen megvalósul ezen a képen az a dogmatikai előírás, hogy tudnék, a teremtett világ számára az atya csak a fiún keresztül jelentheti ki magát. Tessék megnézni, két teljesen azonos arcot látunk, de az egyik az atya, de ő csak a fiún keresztül mutatkozhat meg, ahogyan azt a táborhegyi transfigurációnál is látjuk, vagy ahogyan a magyar Szent Korona alsó és felső pantokrátor képén. Eltelik, hát 15-16 év, és nézzék a következő képet, ami egyébként a Müncheni Alte Pinakothekában megtekinthető. Ennek az alkotója a Liversberg Passió mestere. Hát itt nem tudjuk az alkotó pontos nevét, ilyen esetekben úgy jártak el a művészettörténészek, hogy vagy ráragasztottak egy nevet az ismeretlen alkotóra, vagy pedig valamelyik művéről kapta a nevét. Hát ő a legismertebb műve az úgynevezett Liversberg Passió, tehát ő, mint a Liversberg Passió mestere szerepel. És akkor tessék megnézni, 1400... nem is tudom mennyi, 50-51, és ezen a képen már az atyát egy pápai tiarás öreg úrra cserélte le a mester. És ezt a gyakorlatot egyébként a reneszánsz indítja el, de általánossá az ellenreformációs barokk teszi. Hogy tudnélik, öreg nagyszakálló atya, fiatal, rövidszakálú fiú. És innentől kezdve már nem beszélhetünk kereszténységről, csak judeokrisztianizmusról. De lehet ezt még fokozni, és nézzék meg a harmadik képet. Ez pedig a nagyon katolikus Lengyelország, még katolikusabb városában, Krakóban, a legkatolikusabb templomban, az Áldott Szűz Mária Mennybe Menetele nevű templomban, az egyik stallumnak, vagyis ülőpadnak a hátlapján látható.
Na most tessék megkapaszkodni. Itt a Jóisten egy zsidó főpap. És nincs tévedés, mert hogyha valaki veszi a fáradtságot és fölüti Mózes második könyvét, ott pontosan leírja Mózes, hogy az Úr hogyan rendelkezett, hogy a lévita papoknak, pontosabban a lévi törzsének egyik oldalága a kohaniták, akik a papokat adják, és csak ők adhatták, ezek ugye Áron és félféle származottai, az öltözéke hogyan nézzen ki? Hiánytalan. A hósen, ez a melpajzs, rajta a 4x3 drágakő, amelybe Jákob fiainak és Izrael 12 törzsének a neve volt bevésve születésük sorrendjébe, az aranyozott éfod, a kék bíbor köpeny, az öv és a magas papi süveg. És ez Lengyelországban, a nagyon katolikus Lengyelországban, a legkatolikusabb templomunkban. Ezek a drága lengyel barátaink már nem is veszik észre, hogy itt mi történt, vagy már nem érdekli őket. Hát ezért kell elhallgatni Pál apostolnak a zsidókhoz írott levelét, de ha lehet, akkor még a kánonból is kivele. És ezzel tulajdonképpen, és búcsút mondunk az Ószövetségnek, és nem csak az Ószövetségnek, hanem egyáltalán a Bibliának, és majd a szünet után megpróbáljuk az Ó és az Új Szövetségben kirajzolódott hiányos, töredezett Melkizedek képet egyéb forrásokból kiegészíteni, de még mielőtt elengedném önöket szünetre, azelőtt néhány képet mutatnék arra vonatkozóan, hogy hogyan jelenik meg az egyházművészetben Melkizedek. Nagyon nagyok lesznek a szélsőségek, és ezért ez azt fogja mutatni, hogy mit látott meg Melkizedekből az alkotó, és ezáltal mit akar velünk láttatni Melkizedekből. Pontosabban az, hogy mit értett meg egyáltalán a Melkizedek jelenségből. Az első kép, ez a Hajdú Dorogi görög-katolikus főszékes egyház, ikonosztázionjának az egyik ikona. Ez az ikonosztázion ugye az a képfalat jelenti, ez ami a szentét a hívektől elválasztja, és 54 ikon van ezen az ikonosztázionon. Jó sokáig készült, 1808 és 16 között egy testvérpár készítette. Azért tartott ilyen sokáig, mert állandóan elfogyott a pénz, és akkor nekik meg elfogyott a türelmük, és akkor levonultak, és megválták, ami megint söpög valahonnan kis pénz. Úgyhogy 8 év alatt be is fejezték, 1816-ban. Na most ennek az ikonnak az a címe, hogy Ábrahám találkozása a Jeruzsálem királyával Melkizedekkel. Na most ne botránkozzanak meg, de én kommentálom majd ezeket a képeket. Tehát, ha nekem ezt a képet álmomból azzal ébresztenek, az orrom elé nyomják, és azt mondják, hogy vágd rá, hogy ez mit ábrázol, akkor kapásból azt mondom, hogy ez egy Falstaff színpadkép. Aztán megnézem jobban, és azt mondom, hogy nem, hát az nem lehet. Hát ebből a pocakos pojácából minden falstaffi méltóság hiányzik. Tehát ez biztosan nem Melkizedek, legalábbis nem az én Melkizedeken. És akkor most elmegyünk Hajdú Dorogról, elmegyünk Stavronikitába, a görög félszigetre, ott fölmászunk az Athosz hegyre, és belépünk az ott található templomba, ott pedig ez az zord, kegyetlen, hát kérlelhetetlen, félelmetes ortodox főpap fogad bennünket, mint Melkizedek. Hát, ha ez Melkizedek, akkor én nem tudom, hogy ki vagyok. Na most már valamivel többet elárul a Szegedi Dóm Melkizedek képe, ugyanis ez valamit megmutat Melkizedekből, és pedig az, hogy kenyérrel is borral áldozott. Azért ez már valami. És akkor most Itáliába megyünk, Ravennában, és ott megnézzük a San Vitale székesegyház mozaik képét. Azért ez már beszédesebb. Itt egy oltárt látunk, aminek az egyik oldalán Ábel áll, másikon Melkizedek, és mind a kettő hozza a maga áldozati ajándékát, Ábel egy élő bárányt, Melkizedek pedig kenyeret és bort, és ott fönt látják az Úr kezét. Ez a korabeli ábrázás, hogy nagyon gyakran előfordul, megjelenik, és ez mindig azt kell nézni, hogy mire mutat. Hát itt ő az oltárra mutat, ahol a kenyér és a bor van. Most nagyon messzire nem megyünk, csak elmegyünk Ravennának a tengeri kikötőjébe, Classéba, egészen a,
a San Apollinare székesegyházba. Ennyit kell tudni Szent Apollinarisról, hogy ő Antiókiából érkezett a Krisztus utáni első század végén, vagy a második század elején Ravennába. Ő alapította ott az első keresztény közösséget, és lett annak az első püspöke, és az ő sírja fölé emelték azt a székesegyházat, amiben ez a mozaik kép látható. Na ez már sokat elmond, mert itt már a hierarchia is megjelenik. Ugye itt már hárman állnak az oltár körül, és mindenki hozza maga áldozati ajándékát. Ábel a tökéletes bárányt, a másik bele szembe, hát Ábrán éppen a saját fiát készül feláldozni, és középen mindkettejük fölé magasodva látható Melkizedek, aki kenyeret és bort hozott, és az Isten keze egyértelműen Melkizedekre, a számára kedves áldozati ajándékot bemutatóra irányul. És akkor mutatom az utolsó képet. Ez az én kedvenc képem, ez templomba sose járt, nem is fog. Nyilván azért nem, mert egyrészt eltűnt valahol az éterben, másrészt pedig azért, mert tökéletesen mutatja meg az Ó és az Új Szövetség két kulcsfigurájának az egymáshoz való viszonyát. A képet majd mindjárt a hatásvadász módon akarom mutatni, szóval a képet én egy internetes aukciónak a kínálatában találtam, és szerencsére azonnal letöltöttem, mert pillanatokat eltűnt onnan, vagy azért, mert megvették, vagy azért, mert eltüntették, mind a kettő elképzelhető. Én inkább az utóbbira tippelnék. Nem tudtam kideríteni se a szerzőjét, se azt, hogy mikor készült. Ez egy részkarc. Na most, ha ez a Melkizedek nem egy táltos, akkor én nem tudom, hogy néz ki egy táltos. És hogy ezt honnan vehette ezt a Melkizedek figurát, az majd ki fog derülni a második részben. Nincs rá bizonyítékom, de hát legalábbis erős feltételezés. És akkor nézzük meg azt a másik is alakot, aki ott görnyed előtte. Hát ő a zsidóságnak az ősatja. A korona az nyilván hadizsákmány, mert ugye tudjuk, hogy most ért vissza a négy királyok legyőzéséből, arról meg, hogy ő valaha is király lett volna, se előtte, se most, se utána, se később nem esik szó. Na de az arc kifejezése. Hát én azt hiszem, hogy nem kell lélekbúvárnak lenni, hogy ki tudjuk olvasni ebből az arcból a gondolatait. Én minden esetre megkísérlem, vállalom érte a felelősséget, a következőt gondolja. Én ugyan tizedet adok neked, de te nem tudod, hogy ezt uzsora kamatra kapod, amit majd a hozzád tartozók az én leszármazottaimnak fognak fizetni az idők végezetéig. Hát itt tartunk most. És akkor itt tartunk egy kis szünetet. Köszönöm. Akkor folytassuk. Hát itt hagytuk abban. És ahogy mondtam, akkor itt most búcsút is intettünk a Bibliának, és ami következik, az egy tanulmány lesz, két lelet együttes, és három könyv, amit még nagyon gyorsan végig fogunk járni, és remélem, hogy ezek ténylegesen kiegészítik azt a képet, ami eddig azért nagyon-nagyon hézagos, ami összeállhatott bennünk, de még ide jutottam bennem is, tehát természetesen. Nos, a tanulmány, amivel kezdeném, ez a The Melchizedek and Priesthood. Azért mondom angolul, ez azt jelenti, hogy a Melchizedek papság. Azért mondom angolul, mert ezt a tanulmányt nem fordították le magyarra, nem adták ki. Egyedül a Károli Gáspár Református Egyetemnek a könyvtárából kölcsönözhető ki, ha még nem hordták el az összes. Én az utolsó előtt itt kértem ki, és visszavittem természetesen. A szerző az dr. Balla Péter. Amikor én a könyvet írtam, akkor ő a Károli Gáspár Egyetemnek volt a rektora, most rektor helyettes, mert lejárt közben a mandátuma. 1988-ban, Edinburgh-ban szerezte meg a Master of Theology fokozatot. Ezt a tudományos fokozatot akkor még magyar teológián nem lehetett megszerezni, és a doktori értekezésé volt ez a tanulmány. Ő ebben a tanulmányában elképesztő forrás ismeretről tett bizonyságot, mintha csak az én kedvembe akart volna járni,
mert szinte az összes elmúlt 2000 évben hozzáférhető, megjelent Melchizedekkel kapcsolatos írást összegyűjtötte, nem elemezte őket, nem minősítette, gyakorlatilag ennél a tudományos fokozatnál a forrásismeret az, ami, tehát itt nem kell hozzátenni valami extrát, na de hát ez önmagában is extra volt, és amikor én ezt elolvastam, hát akkor tulajdonképpen pontosan azt erősítette meg bennem, ami kialakult már, hogy tudnék, semmiféle konszenzus nincs. Az elmúlt 2000 évben nem alakult ki a Melchizedekkel foglalkozó kutatóknak a körébe. Valami egészen elképesztő, hogy hogyan bűvészkednek évszámokkal, helyszínekkel, nevekkel, valós vagy vélt eseményekkel, és még elképesztőbb az, hogy miről vitatkoznak 2000 éve. Na most mondom is, hogy miről vitatkoznak. Első és legfontosabb vitatéma, hogy ki vagy kik, és mikor, és milyen célból szúrták be az Ószövetségbe a Melchizedekre vonatkozó részeket. Na most nem tudom, hogy első hallásra is érzékelhető ennek az abszurditását. Tudnék, azok vitatkoznak ezen, akik nekünk folyamatosan azt prédikálják szószékről, meg azt mondják katedráról, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig azonos ihletettségű Istentől származó szent irat. És közben azon vitatkoznak, hogy ki volt az aljas, aki ezt meg azt beleszúrta, és micsoda hátsó szándék vezérelhette. Hát azért ez borzasztó. Természetesen a következő vitakérdés az, hogy milyen az Ószövetségen kívüli források állhattak rendelkezésére Pál apostolnak, amikor a zsidó levelet írta, és egyáltalán kiknek írta. Aztán természetesen vitatkoznak azon is, hogy ember volt, vagy földön túli lény Melchizedek. Erről meg azért kénytelnek vitatkozni, mert a már említett alexandriai Filonnál, ugye itt mondtam, hogy ő volt a leghíresebb, és műveltebb hellenizált zsidó filozófus. Na, ő nála Melchizedek és a Logos, ami a Szentírásban Isten igéje, az nagyon sokszor szinonímaként szerepel. Aztán nem tudják megkerülni Josephus Flaviust sem. Ő ugye a Krisztus utáni 30 és 100 között élt, és ő zsidó hadvezér és történetíró volt, és hát magyarul is olvashatók művei, például a Zsidó háború című könyve, és őt meg, hát van, aki nagyon szívesen elhallgatná, mások meg boldogan idézik, ugyanis őnála Melchizedek a kánaaniták, ugye a kánaaniták azok a Palesztina őslakóinak az összefoglaló elnevezése, tehát a kánaanitáknak a vezére, Jeruzsálem első királya, és most figyeljenek, a templom, az első templom építője, és ő nála Szolima annyi, mint Solyma. Egészen elképesztő, a rabbinikus íróknak, most még mindig Balla Péternek a tanulmányánál tartunk, rabbinikus íróknak az az erőfeszítése, hogy valamilyen módon kimagyarázzák Melchizedeknek az Ábrahámmal szembeni felsőbbségét, felsőbbrendűségét. Odáig mennek ebben, majd erre fogunk látni példát, odáig mennek, hogy azt mondják, hogy Melchizedek tulajdonképpen Sém másik neve, és ilyen módon Melchizedek nem egy idegen uralkodó, hanem saját őse iránti tiszteletét fejezte ki azzal, hogy tizedet adott neki. A kora keresztény írók viszont azt lovagolják meg, hogy ha Ábrahám volt az első körülmetélt, akkor Melchizedek nem lehetett az. Ábrahámot emberek szentelték pappá, Melchizedeket viszont a magasságos Isten emelte főpappá. Tehát Melchizedek felette áll a levita papoknak. Következésképpen a nem körülmetéltek felette állnak a körülmetélteknek. Ez szép ez az egész. Tehát látszik, hogy bármit ki lehet ebből hozni, és bárkinek oda lehet szurkálni, kellemetlenkedni. Nekünk különösen fontos a Pistis Szófia. Ez egy 1773-ban előkerült lelet, egy olyan lelet, egy gnosztikus lelet egyébként, amelyben Melchizedeket, tehát úgy beszél ez a Pistis Szófia Melchizedekről, mint aki megkapta a fényt, de az is lehet, hogy mint a fényhozó, de az is lehet, hogy mint maga a fény. Hogy mitől ez a bizonytalanság? Attól, hogy nincs megegyezés, a még az ógörökben is csak ritkán használt
paralemtor szó pontos jelentését illetően, és itt megtudják a paralemtort használni, és ez lehet az, hogy aki megkapta a fényt, az is lehet, hogy fényező, az is lehet, hogy maga a fény. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert a keleti irányba történő térítőknek a beszámolói szerint Melkizedeket rendszeresen Buddhával azonosítják, és hol a fény Buddhája, hol pedig a hatalmas fény tökéletes tudású hírnöke elnevezéssel tisztelik őt. És akkor most következik két lelet. Az első ez a Nag Hammadi lelet. Ez egy késő ókori gnosztikus lelet együttes, amely a dél-egyiptomi, jelenlegi nevén Nag Hammadi, ókori nevén Kénoboszkion közelében került elő, nem messze Luxortól. A leleteknek az előkerülése az nem szervezett ásatásnak az eredménye volt, hanem a helybéliek kerestek jó termőföldet, és hát az ő ásóik forgatták ki véletlenül ezeket a kódexeket. A lakosok elbeszélése szerint ezek papírusztekercsek egy részét, hát az tüzelőnek használták fel. A leletek először 1946-ban tűntek föl Kairóba, aztán hosszas húzavon alkudozás után kerültek a végső helyükre a kairói Kopt Múzeumban. Na most, ugye gnosztikus lelet, ezt mondtuk. Akkor egy néhány szót muszáj szólnunk a gnoszticizmusról. Ugye a szónak a tőve az a görög gnózis, ami tudást jelent. És a gnosztikusok abból a vélekedésből indultak ki, hogy létezik tökéletes tudás, ami megszerezhető, és ezért törekedni is kell az elérésére. A gnoszticizmus a Krisztus utáni második században alakult ki Alexandriában, és nagyon gyorsan háttérbe szorult, annak ellenére, hogy kezdetben nagyon sok neves követője, híve volt, de az igazság az, hogy a visszaszorulásának a valódi oka az volt, hogy túlságosan mély filozófiai elveken nyugvó eszmerendszerről volt szó. Nem tudott versenytársa lenni a sokkal egyszerűbb, könnyebben befogadható páli kereszténységnek. Így aztán már a második században a gnosztikusok vereséget szenvedtek Alexandriába, de Dél-Egyiptomban még hosszú ideig fennmaradtak a közösségeik. Ugyanakkor, azt talán nem mondtam, hogy a lelet együttesnek a keletkezési idejét ezt a Krisztus utáni 3.-4. századra teszik. Tehát az, hogy ők akkor elrejtették ezeket a leleteket, azt valószínűsíti, hogy már akkor, a 3.-4. században már ott Dél-Egyiptomban sem érezték magukat biztonságban. Most, hogyha valaki a gnosztikusokat húzza tételként valamilyen vizsgán, és ennyit tud, akkor az biztos jeles. Nekünk ez nem elég, ugyanis mi pontosan tudjuk, hogy a gnoszticizmus nem tűnt el. És honnan tudjuk? Onnan, jó, hogy itt látom, amire most hivatkozni fogok, legalábbis annak egy kicsinyített változatát. Szóval onnan tudjuk, hogy a Nag Hammadi leletek elrejtése után pontosan 1000 évvel Aquila János felépíti és kifesti a Veleméri templomot. Amit most mondok, ezt most nincs idő alátámasztani, hanem tessék elolvasni Pap Gábornak a Bölcsesség házat épít magának című könyvét. Ennek itt a kicsinyített verziója látható, ez aztán megjelent a Magyar Irodalom Gyöngyszemei Csillagmitoszi keretben sorozatnak az egyik köteteként, nagyon kibővítve, de ebben benne van a legfontosabb tanulmánya Pap Gábornak, illetve a Kovács József egykori plébánosnak a kezdeti kutatásai. Tehát a Veleméri templom az a gnosztikus kereszténységnek a szentélye, ahol a fő irány végig a manikeizmus, csak ezt nálunk nem manikeizmusnak hívták, hanem szkíta népi nemzeti szertartás rendnek, ahogyan Első András Tiltó rendelkezésébe olvashatjuk, Scitico gentiliet ethnico ritu. Nos, a leletek azt hiszem összesen 13 kódex került elő, ezeknek a teljes terjedelme az több mint 1100 oldal. Mutatok egy lapot ebből a Nag Hammadi kódexből. 54
könyv van, könyv szerepel ezen az 1130 oldalon, és aminek egy része, tehát látszik, hogy egy kódexben nem egy könyv van, hanem több is, vagy a 13 kódexben 54 könyv, egyesek ezek közül cím nélküliek, az egyes számú kódex külső borítóján, tehát a fedlaknak a külső oldalán maradt fönt Pál apostolnak az imája. A leleteknek ahogy mondtam, gnosztikus iratok, de vannak közöttük hermetikus írások is. Ugye a hermetizmus az csak a beavatottak számára hozzáférhető titkos tudást jelenti. Azért nem meglepő, hogy ezek keverten kerültek elő a gnosztikus írásokkal, mert nagyon sok a hasonlóság a két eszmerendszer között, olyannyira, hogy akár közös eredet is föltételezhető. Most mit tartalmaznak ezek a kódexek? Evangéliumokat, apokalipsziseket, leveleket, filozófiai értekezéseket. Ezeknek az elsőprő többsége a kopt nyelv szájdi dialektusában íródott. A 13 kódex közül a 9-es sorszámot viselő kódexben szerepel Melkizedek. Ez a kódex sajnos annyira töredezett és hiányos, hogy összefüggő szöveg, hát nagy biztonsága nem állítható elő belőle. De háromszor is szerepel benne Melkizedek, mint a legmagasabb Isten főpapja. Egy helyütt említést tesz a kódex Melkizedekről, és hangsúlyozza Jézussal való hasonlóságot. És aztán van egy olyan részlet ennek a kódexnek, ami szinte teljesen azonos a kumráni tekercs egy megfelelő részletével, amit majd szintén nem sokára fogunk tárgyalni. Azért felolvasnék néhány, ami megmaradt ebből hova tettem? És ezért most fogják látni, hogy mennyire töredékes. Tehát azt mondja, ennyi maradt fel, azt mondja, te, Melkizedek, a legmagasabb Isten papja. Ez a fordítás Aranyi Lászlónak a fordítása. Aztán a következő, az a kettő, aki kiválasztatott, ez a Jézussal való hasonlóságra való utalás, az a kettő, aki kiválasztatott, akármikor is nemzették őket, sem időben, sem térben nem ítéltetik, sem az ellenségeik, sem a barátaik, de idegenek által sem, a rokonságuk által sem, az Istent nem félők és az Isten félők által sem. Aztán egy másik töredékes, és azonnal felemelkedtem, én Melkizedek, és elkezdtem, tovább nem tudjuk folytatni a mondatot. Aztán én vagyok Melkizedek, a legmagasabb Isten főpapja, tudom, hogy én vagyok az, aki a legmagasabb Isten főpapjának valóságos képe. Aztán még egy idézet. Azt mondták nekem, légy erős, ó Melkizedek, a legmagasabb Isten hatalmas főpapja, az árkónok, a Bibliában ezek az ószövetségben, ezek a sötétség erőinek a legmagasabb rangú képviselői, az árkónok miatt, akik ellenségeit, háborút forralnak, ám győzedelmeskedtél felettük, és ők nem győzedelmeskedtek feletted, és kitartottál, és elpusztítottad ellenségeidet. Eddig az, amit meg lehetett fejteni, ki lehetett belőle olvasni. És akkor a következő lelet, ez az úgynevezett holtengeri tekercsek. A holtengeri tekercseket 1900, ezt még talán nem is mondtam, hogy a nákhamadi leletek az 1945-ben kerültek elő. És aztán 46-ban jelentek először meg Kairóba, és aztán kerültek később, jóval később a kairói Kopt Múzeumban. A kumráni leletnek az első darabjait egy beduin kecskepásztor találta meg a kumráni egység egyik barlangjába. Ez a lelőhely, mindjárt mutatom, hogy madártáblatból hogyan néz ki. Így néz ki. Hát ez innen. Megpróbálom eltüntetni. Ez most nem sikerült. Nem. Jó. Nem akar ez innen eltűnni. Igen. Tehát így néz ki madártávlatból. Tehát 47-ben, aztán ő később azt mondta, hogy már két évvel korábban megtalálta, de két éven keresztül a sátrában rejtegette. A később
beduin sírrablók és hivatásos régészek további 10 barlangot tártak föl. A legjelentősebbnek a 4-es számú barlangba, aminek így néz ki a bejárata, 4-es számú barlangban talált úgynevezett ézsaiás tekercset tartják. Ez a tekercs, ez papírus tekercs, és meglehetősen jó állapotban maradt fönn, és nagyon hosszú, 7 méter 43 centis tekercsről van szó, hát az már jó hosszú. Ám de nem ez a leghosszabb tekercs, hanem a 11-es számú barlangban talált úgynevezett templom tekercs, ez 8 méter 16 centi, és ez is aránylag jó állapotban van. A nevét onnan kapta, hogy templom tekercs, hogy tudnélik a templom építésére vonatkozó előírásokat tartalmazza, és nem mellesleg az egész lelet együttesnek a névadója, ugyanis az alapjául szolgáló borgyűbőrnek a kikészítéséhez a holttenger vizét használták, innen a kumráni tekercsek másik elnevezése, holttengeri tekercsek. Összesen a 11 barlangból hosszú-hosszú éveken keresztül folyó hát feltárások során több mint 900 tekercs került elő. A többi tekercs az nem volt ennyire szerencsés. A tekercseknek a nagy része papírus, illetve pergamen volt, de a világon egyedülálló módon itt előkerült egy vörösréz tekercspáros is. Tehát, ahogy mondtam, nem voltak olyan szerencsések. A tekercseket, ez egyébként a templom tekercsnek egyes darabjai. Azért ezeket nem hagyták tekercs formájában, hanem amennyire lehetett, azért kiajtogatták, és ezeket aztán bekeretezték, és üveg alatt találhatók, és úgy lehet őket megtekinteni, tehát nekünk nem lehet megtekinteni, majd mindjárt kiderül, hogy miért nem. A tekercseket ilyen nagyjából 60 centi magas henger alakú agyakedényekben tárolták, amiket a tetejükön viasszal zártak le, és így biztosították azt, hogy a légmentes lezárásra, hogy ilyen sokáig relatíve épségben maradjanak. Csak az volt a baj, hogy a sírablóknak ez a tekercs nem jelentett semmiféle értéket. Ők szépen összetörték ezeket az agyakedényeket, mert ők kincset kerestek, és ennek az lett a következménye, ahogy ott látjuk is az egyiknél, hogy kihullottak belőle a tekercsek, darabokra törtek, és aztán szépen össze is keveredtek. Úgyhogy ma úgy néz ki az egész, mint egy óriási nagy puzzle. Csak nem mi rakosgatjuk, hanem mások rakosgatják. A 11 barlang, ugye, és ezeket úgy számozták meg, ezeket, tehát úgy azonosítják az egyes tekercseket, hogy van egy sorszám, ez egy 1-től 11-ig terjedő sorszám, ami azt jelenti, hogy melyik barlangból kerültek elő. Aztán következik egy Q betű, ez a Qumránra való utalás, és azután pedig egy sorszám, ami az azonos barlangban, tehát adott barlangban talált leleteknek a kutatók által hozzárendelt sorszáma, vagy pedig egy rövidítés. A tekercseknek a nagy része az héber nyelvű, de vannak közte görög és arám nyelvű szövegek is, arámi nyelvű szövegek is. A keletkezési idejéket pedig a Krisztus előtti második és a Krisztus utáni első századra teszik. Az egy Q-Ab-Gen jelű tekercs, ez a Q-Ab-Gen, ez a Genézis apokrifonnak a rövidítése, ez a ebben szerepel egy helyütt Melkizedeknek a neve, úgy, mint messiás előkép. Hát messiás biztos nem volt. Tehát, mint messiás előkép. A 11Q13, vagy 11Q-Melk jelű tekercs, ez az úgynevezett Melkizedek tekercs. Ennek a szövege héber nyelvű, és a keletkezési idejét az pedig Krisztus előtti első századra teszik. Na most ez egy nagyon érdekes valami, mert itt rengetegszer szerepel Melkizedek benne, és többek között, ahogy már említettem, vagy nem említettem a nákhamadi leleteknél, Melkizedek úgy jelenik meg, mint az égi seregeknek a sötétség erőivel vívott égis harcának a vezetője. Tehát ebben, tehát sem a nákhamadi tekercseknél, sem itt a qumráni tekercseknél nem Szent Mihály az égi seregek vezére, hanem Melkizedek. A szövegben
tucatszor fordul elő, és nézem, hogy volna másik kép. Ja igen, az fontos. A leletek először ugye 47-ben tűntek föl, és néhány év után bekerültek a Palesztin Régészeti Múzeumban. Ennek most más a neve, nem fogják kitalálni, hogy mi. Mi lehet a Palesztin Régészeti Múzeum? Rockefeller Múzeum természetesen. És aztán később ide kerültek. Ezt az épületet úgy hívják, Jeruzsálemben van, hogy a könyv szentélye, és ezt tudatosan a tekercség befogadása céljára építették. De hogy kerültek ide? Hát ezek ott voltak a Palesztin Régészeti Múzeumban. Úgyhogy az úgynevezett hatnapos háborúban, ugye 1967. június 10, vagy június 5 és 10 között, izraeli légideszantosok szépen leszálltak, bementek, kirabolták a Palesztin Régészeti Múzeumot, és átvitték ide. Azóta ezek csak itt tekinthetők, meg már akit beengednek. És nem mi rakjuk össze. Ez olyan, mint egy, most ugye mutattam azt, és mondtam, hogy ezek darabokban vannak. Tehát itt szótöredékek, mondattöredékek, betűk, ennek az összekeveredett halmaza. Az olyan, mint a Scrabble. De ha valaki Scrabble-zott már, az pontosan tudja, hogy ugyanazokból a betűkből hányféle, és teljesen különböző jelentésű szavak állíthatók össze. Úgyhogy vigyázzunk azzal, amikor érkezik egy új megfejtés ebből az épületből. Tehát ott hagytam abba, hogy tucatszor fordul elő a szövegben az Elohim név. Általában úgy, mint Izrael istenének a neve. Ám de Ézsaiás könyve 52. fejezetének a 7. részénél ott megjelenik a Sion, de értelmezi is a Siont, úgy, mint az igazak fiainak a gyülekezete, tehát ott Sion az igazak fiainak gyülekezete, és Elohim pedig Melkizedek. És akkor ezt most itt olvasnám. Nem olvasom, de... Ezt majd még fogom idézni később, ennek egy bizonyos részletét, ennek a részletnek. Következőképpen hangzik. És a végső napon kihirdettetik, hogy a rabok szabadon bocsájtatnak. Ennek magyarázata, hogy a mennyország fiainak és Melkizedek örököseinek lesznek nyilvánítva. És Melkizedek visszavezeti őket, és szabadulást hirdet számukra minden bűnük alól. És az ítélet napja lesz a 10. jubileum év vége, amikor a fény gyermekei és a Melkizedek rendjébe tartozók vezekelni fognak az emberiség bűnéért, és törvény fog gondoskodni a jutalmukról. Ez lesz az évnek az a pillanata, amikor Melkizedek felmagasztosul, és ő fog Isten szentjei felől ítélni, ahogy a megénekli az Dávid a 82. Zsoltárban eképpen, Elohim elfoglalja helyét a hatalmasságok tanácsában, az Istenek körében tart ítéletet, és Melkizedek fogja az Isteni ítéletet végrehajtani, és kiragadja az igazakat Bélial karmaiból, és a sátán karmaiból. Hát ezt elolvas az ember, és azt mondja, hogy tehát ez most teljes az űrzavar, mert hogy itt Elohimot Melkizedekkel azonosítja. Tehát az biztosan látszik, hogy Melkizedek személyében egy olyan entitásról van szó, ami hát ha nem is Jézussal azonos szintű, de közel azonos szintű entitás. Sőt, vannak olyan források, ezeket most nem hoztam magammal, akik azonos entitásként kezelik Melkizedeket és Jézust. És itt most álljunk meg egy pillanat, és tegyünk egy rövid kitérőt, mert nem kerülhetjük meg, ugye most itt leletekről beszéltünk, és már azért úgy elhintettem egy kis összeesküvés elméletet, hogy tudnélik, hát nem biztos, hogy úgy fejtik meg, úgy rakják össze ezeket a töredékeket, ahogyan az valóban össze kellene rakni, és azt sem mindegy, kik rakosgatják. Szóval muszáj szót ejteni az esetleges hamisításokról. Ugye az mindenki számára világos, hogy egy leletet nem csak kiásni lehet, hanem elásni is. És
zsarnok uralkodók azért ezzel éltek, ezzel a lehetőséggel. Ezek közül a legismertebb Nagy Katalin cárnő volt. Ugye birodalmat körbejárni, körbeutazni, úgy kell, hogy nem csak katonaságot visz magával az ember, hanem visz magával régészt is, ásóval, kapával, meg visz hozzá egy kis leletet is. És hogyha a régész ásója éppen valami értékes kincset forgat ki a földbe, szépen zsebre tesszük, hazaviszük a családi kincstárba, de ha valami olyasmit találnak, ami éppen azt bizonyítja, hogy nekünk bizonyít, semmi keresni valónk nincs, akkor azt szépen eltüntetjük, megsemmisítjük, és oda tesszük helyére a hozott hazait, amit majd egy későbbi megfelelő időpontban meg fognak találni véletlenül, és akkor már lehet azt mondani, hogy hát mi már akkor itt voltunk, amikor pont. Az igazi nagy szélálmosságokat, azokat akkor kell végrehajtani, amikor a világ egészen másra figyel. Mit gondolnak, hogy a székesfehérvári úgynevezett királysírok első módszeres feltárása mikor történt? 1848. decembere és 1863 között. Kit érdekelt ebben az időintervallumban az, hogy mit raknak társzekére Óbudán vagy Akmingumba, és mit pakolnak le két nappal később Székesfehérvárot. A baj az, hogy ma sem érdekel senkit. Én amikor a hetesen megyek Balaton felé, egyszerűen mindig elfog a méreg, amikor azt látom, hogy koronázó város, meg királysírok, meg nem tudom micsoda, Székesfehérvárnál. Sose volt. Hát azért ennyire hülyének ne nézzük már az Árpád-házi királyainkat, hogy a korona Visegrádon van, hogy a király Visegrádon van, hogy a nagy boldogasszony templom ott van a Pilisben. És akkor mit csinálnak? Fölpakolnak koronázásra nagy szekerekkel, és elmennek egy szikes vidékre, Székesfehérvárra, hogy ott koronázzanak egy olyan templomban, ami ott nem is volt. Itt most nem láttam Pósapál Andrásnak a könyvét, ami a szakrális helyek radioesztéziai felmérése. Na, ők mértek ott Székesfehérváron is természetesen. Azt mondják, hogy nem, most még templom se volt. Ott, ahol most nekünk azt mondják, hogy ott volt a koronázási templom, ott egy római fürdő volt. De hát mindegy, a Bradák Károlynak meg el kell olvasni a Székesfehérvár Fehérfolt című könyvét. Hát ez borzasztó. Hát úgy kerülnek elő Székesfehérvárt a leletek, hogy a legrégebbi van legfölül. Miért? Azért, mert amikor kiássák őket, mondjuk Óbudán, akkor természetesen fölül van a legfrissebb. De amikor bedobják Székesfehérváron a gödörbe, akkor az kerül legalulra. Senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel. Hát így kell ellopni az embernek a múltját, a történelmét, mindent. De ennek mi vagyunk az okai? Mert akik ezt csinálják, az tökéletesen teszik a dolgukat. Mi pedig tapsolunk nekik. Vagy hallgatunk mélyen. No, az a szerencse, hogy néha hályog borul a magyar tanítók szemére is, mert elfeledkeztek róla, hogy nem csak Petőfi bicentenárium van az idén, hanem Madács is. És elfelejtették a Madács gimnáziumot átnevezni. Itt tudom én mire. Második József gimnáziumra. Na, ez a mi szerencsénk. Na, a lényeg az, hogy fogalmam sincs, hogy hol hagytam abba. Tehát, ja, hamisításoknál. Igen, tehát, hogy ugye, és akkor ellássák a hozott hazait. Na most, igen, székesfehérvári királysírok. Elsírom magam. Hát, igen, és na most a cseh Bedřich Hrozny, nem tudom, ismerőse ez a név, ő egy katonatiszt volt, mérnöktiszt, emellesleg orientalista, régész, nyelvész, minden volt, amit csak ki lehet olvasni a lexikonból, és ő az első világháború alatt fejti meg, tessék dupla idézőjelet használni, fejti meg a hettita írást, és mindjárt be is sorolja az indogermán nyelvek családjába. Aztán ír egy pár tanulmányt, elsőként a világon a hettita írásról, és majd amikor vége a világégésnek, és újraindul a tudományos élet, és valaki éppen belenyúl a hettita múltba és az írásokba, akkor az ő írásait már, mint első, legfontosabb forrást fogja föltüntetni a saját írásában. Hát így kell ezt csinálni. De ő nem elégedett meg ezzel, mert pontosan tudta, hogy hol vannak még, vagy hol lehetnek még értékes leletek, azokat
a háború alatt Bagóért megvette, és aztán a háború után neki odaajándékozta a cseh kormánynak, ott más már nem kutathatott. És akkor itt van a Nákhamadi meg a holtengeri lelet. Ugye 1945-47. A fél világ romokba hever. 1946. október 1-én ér véget a Nürnbergi per. Kit érdekel, hogy most akkor kecskepásztorok meg sírrablók találnak néhány elázott pergamentekercset? Tehát én nem azt mondom, hogy ez bizonyíték, de minden esetre arra jó, hogy az ember elgondolkozzon, és legalábbis kritikával fogadja ezeket a leleteket, pontosabban azoknak az értékelését, a magyarázatát. No, ennyit erről, és akkor most lehet hátradőlni, mert most jön az esti mese, ugyanis három könyvön fogunk végigszaladni. Ezek a könyvek, ezek természetesen apokrif írások, de mindegyik olyan, ami egy összefüggő, egységes Melchizedek képet tár az olvasó elé. A három könyv pedig a következő. Most sorrendben mondom, ahogy majd szó lesz róluk. Az első a törzsek származásáról, vagy a kincses barlang. Ez a szír irodalomnak világirodalmi szinten is jelentős alkotása. Az Ó és az Új Szövetséget átfogalmazó, az azokban nem szereplő legendákat is tartalmazó egységes írásmű. Maga a könyv szerzőként Szent Efrémet, a Krisztus utáni 4. században élt diakónust, teológust, költőt, írót, a szír ortodox egyház legkiemelkedőbb szónokát és himnuszíróját jelöli meg, az minket kevés érdekel, hogy természetesen a szerzőséget vitatják. Nem érdekes. A könyv az arab és szír nyelven maradt fönn, ezért érthető, hogy alapvető dogmatikai kérdésekben sok helyen eltér a két verzió egymástól. Magyarra Ormos István fordította. A másik könyv, a következő, a második könyv, ez a most elfelejtettem, Etióp Ádám könyv, egy keresztény apokrif, más szóhasználattal pseudo-epigráf, protestáns szóhasználattal az apokrif, protestánsok pseudo-epigráfnak nevezik az apokrif írásokat, tehát írás, ami arab és óegyiptomi, óetióp nyelven maradt fönn, németre 1853-ban August Dillmann fordította, miután amikor én a könyvet írtam, akkor még magyar fordítása nem volt, nem létezett, lehet, hogy ma sincs, úgyhogy a Melchizedekre vonatkozó részeket én voltam kénytelen lefordítani. És a harmadik könyv az pedig a Szláv Énok könyv, ami Énok második könyve, vagy Énok Szláv Apokalipszise néven is ismert. Ennek egy példánya került elő, és ez egy orosz kézírásos példány. Nem ismerem a fordítóját, úgyhogy ezt is én böngésztem át. Minden esetre Énokról annyit el tudni, hogy a későbbi hagyomány szerint az első proféta volt, és két helyen is szerepel a Teremtés könyvébe. Egyébként de ismerem. Nem én fordítottam, Póli Pál fordította magyarra, bocsánatot kérek tőle, Póli Pál magyarra fordította. Igen, az Etióp Ádám könyvnek nincs magyar, legalábbis nem volt magyar fordítása. Igen, mert elkezdtem gyanakodni magamra, mert én ugyan tanultam 10 évig oroszul, de semmit nem tudok oroszul, mert ugye akkor ez a passzív rezisztenciának egyik ékes megnyilvánulása volt, az ember nem tanult meg. Annyira nem tanultam meg, hogy az egyetemben kellett orosz, 2 évig még orosz kellett tanulni, és akkor volt egy felmérés, hogy milyen szinten, hova sorolják az embert, és akkor ott egy tesztet kellett kitölteni, amiben kérdések voltak, természetesen oroszul föltéve, és akkor be kellett x-elni. És akkor, amikor értékelték, akkor a tanár kérdezte tőlem, hogy mondja azt, hogy magunknak mekkora a fürdőkádja. Mondom, hogy hát normális. Mondom, miért kérdezi? Azért, mert az a hol szokott korcsolyázni, jön a fürdőkádat x-eltem. Szóval azért kezdtem gyanakodni, hogy bocsánat, ezt biztos nem én fordítottam. Tényleg nem én fordítottam. Na, szóval Énok az két helyen is szerepel a
bocsánat, a Teremtés könyvében, ez már nem mulatságos, mind a két helyen leszármazottként. Egyszer, mint Káin fia, másodszor, ott még Hánok néven, másodszor pedig, mint Ádám és Éva harmadik gyerekének, Szétnek, az ötödik zigleni leszármazottja, Járet fia, Matuzsálem apja. És ott már az Énok nevet kapta. Egyébként ez elég gyakori az Ószövetségben, ezek a névpárosok. Tehát ugye itt a Hánok, Énok, ez most emlékezünk vissza a Havva, Éva névkettősre. No, az Etióp Ádám könyv és a Törzsek származásáról, illetve a Kincses barlang, az mindkettő a teremtéssel indul, és Jézus feltámadásával ér véget. A nagyjából Noé haláláig azonos szálon futnak az események. Ott egy kicsit szétválnak. Én a Kincses barlanggal fogom indítani a történetet, és majd a Noé halála után átváltunk, majd akkor kiderül, hogy miért, az Etióp Ádám könyvre. Tehát, ahogy mondtam, a teremtéssel indul, és Jézus feltámadásával ér véget, és mi a bűnbeesésnél kapcsolódunk be a történetbe. Egyébként ezt érdemes elolvasni. Tehát ez egy vékony, viszonylag van itt? De, igen, tehát érdemes elolvasni, mert a Szentírás nem fogja, szerintem senki nem fogja elolvasni. Mert az olyan hosszú, az annyira hosszú, és annyi minden van, annyi név van. Ez még egy olvasmányos, és tulajdonképpen minden benne van. Egy kicsit másképp, mint ahogy mondjuk, az Ószövetség tárgyalja. De minden esetre tessék elolvasni, és nagyon, nagyon szép ez az Ormos Istvánnak a fordítása. Tehát mi a bűnbeesés, illetve a paradicsomboló, hát a bűnbeesésnél kapcsolódunk be. Most a paradicsomboló kiüzetés után az Úr ígérettet tesz Ádámnak, hogy az átkok földjén eltöltött idő nem fog örökké tartani, mert ezen idők beteljesedése után elküldi a földre a fiát, aki egy szűzben fog lakni, majd testet ölt, és benne és általa megváltásban és visszatérésben lesz Ádámnak része. Parancsold meg fiaidnak, folytatja az Úr, hogy halálod után a testedet balzsamozzák be, és helyezzék el abban a barlangban, amit mostantól nektek lakóhelyül jelölök ki, hát ez lesz ez a Kincses barlang, akkor egészen addig, ameddig le nem mentek a lenti földre. És hát innentől kezdve tulajdonképpen szabályos menetbe folyik a történet, tehát Ádám családjával, leszármazottaival, fiaival, Káin testvérgyilkosságával, kiüzetésével, Ádám és Éva harmadik gyerekének, Szétnek a születésével, és Szét és utódai, ők ott maradnak a Kincses barlangban. Érdekes ez a megfogalmazás, tehát ő azt mondja, hogy ez nem a föld, tehát ahova kiüzetett Ádám és leszármazottai, ez egy köztes hely. Tehát el is hangzik az Úr szájából, hogy ti most itt még közel vagytok az Édenkerthez, még hallhatjátok azonnal kiszűrődő angyaloknak, az angyaloknak azonnal kiszűrődő zenéjét. És majd, amikor le kell mennetek a lenti földre. Tehát ez is benne van. Tehát ez egy ilyen köztes hely. De sajnos Szétnek ugyan a leszámozatai hosszú ideig tényleg erkölcsbe, tisztaságba, istenfélelembe élnek ott a közel a paradicsomhoz, de náluk is bekövetkeznek az erkölcsöknek a romlása, bekövetkezik, és szépen egyenként szállingoznak le Káin utódainak a bűnös táborába, és a Szenthegyre nincs már visszaút. Úgyhogy végül már csak három ősatya, Matuzsálem, Lámek, de ugye Matuzsálem Noénak a nagyapja, Lámek a Noé apja, és Noé maradnak ott a barlangban. És ekkor jelenik meg az Úr Noénak álmában, és elmondja neki, hogy el fogja pusztítani az emberiséget, amit özönvizet fog bocsátani a földre, amit csak ő és családja fog túlélni, és azt is megmondja neki, hogy amikor Matuzsálem, tehát amikor eltemette az apját is, tehát meghal az apja is, Lámek és a nagyapja is, Matuzsálem, akkor fogja a családját, és menjenek le a földre, és elmondja neki, hogy kezdjen hozzá a bárka építésére ott lent. Azt is pontosan leírja, hogy mekkora legyen a bárka, milyen hosszú, milyen magas, milyen fából készüljön, hol helyezze el majd az állatokat, hova a családját, külön a férfiakat és a nőket, hova helyezze Ádámnak a testét, amit magukkal kell vinni, és majd az Úr rendelkezése alapján el kell vinni a föld középpontjára,
hogy az hol van, azt majd időben meg fogják tudni, mert ott lesz része a megváltásban, Ádámnak is leszármazottainak. No. Tehát, ahogy mondtam, Lámek előbb hal meg, tehát Matuzsálem az utolsó ősatya, aki ott a kincses barlangban eltemetve, és halála előtt magához hívja Noét, és elmondja neki, hogy amikor majd vége az özönvíznek, és partot fognak, akkor ő, Noé, ne hagyja el a bárkát, maradjon a bárkába, Ádám teste mellett, és ott teljesítsen papi szolgálatot, és mielőtt meghal, akkor utasítsa elsőszülött fiát, ugye ez Sém, hogy Ádámnak a testét hozza ki a bárkából, vegye maga mellé azt az embert, akit majd az Úr kijelöl arra a feladatra, hogy majd, ahova Ádám testét el kell vinni, ami a Föld középpontja, ahol majd a megváltásban részesül, addig, amíg ez be nem következik, ott őrizze ezt a testet, és ott teljesítsen szolgálatot. És valóban meghal Matuzsálem, Noé eltemetés, aztán lemennek a Földre. És akkor innentől kezdve bárkaépítés, özönvíz, partot érés, Noé lerészegedése, Kám bűne, ugye tudjuk mi volt, mindjárt egy mondat erejéig kitérünk rá, Kánaán megátkozása következik. Na most ugye az Ószövetségből ismerjük Noé fiainak a leszármazottait. Ugye Kám fia Kus, Kus fia Nimród. Tehát már Noé után ebben a leszármazásban, Noé után a harmadik nemzedéknél már ott vagyunk a magyarság mítikus ősatyánál, Noénál. Aki egyébként a másik olyan figura az Ószövetségben, aki körülbelül hasonló most, akivel körülbelül hasonló mostohassággal bánik a Szentírás, mint Melkizedekkel. Nem sokkal többször említik meg a nevét, de például Hán István és Komoróczi Géza szerint kifejezetten idegen test a Szentírásban Nimród. Na, ennyit erről. Tehát ugye mi volt Kámnak a bűne? Az, hogy partot érnek, Noé tökrészeg, mert ugye szőlőt fog termeszteni. Itt érdemes azért elmondani ezt, hogy Pap Gábor hogyan értelmezi ezt, mert nem történetet, nem történeti személyként értelmezi, hanem ezek mind jelképek, jelképes figurák. Tehát ugye a kérdés az, hogy milyen növényeket visz a bárkára Noé. Ki tudja? Semmiet. Sem. Ő maga a női minőség. Noé, hogy ezt leírjuk távirati stílusban, a nő. És nem visz növényt. És mit kezd termeszteni, ahogy partot érnek? Szőlőt. Ez meg ez az a klaszteres, tehát ez ugye az egyik a dinnye, a másik a szőlő, a manikézmusnak a két legfontosabb jelképe. Az egyik a női minőség, a másik ez a klaszteres, ez pedig a férfi minőség. És akkor mi persze tök részeg lesz, befekszik a sátrába, és ott mély álomba merül, és messzelenül, és akkor belép Kám, és mit lát? Lehet, hogy azt látja, hogy apuka nem is férfi tulajdonképpen. Minden esetre kimegy és elmondja a testvéreinek, hogy mit látott. A két testvér mit csinál? Fog egy nagy leplet, maguk elé tartják, és úgy hátrálva mennek be a sátorba, beterítik az apjukat, aztán elmondják, hogy milyen bűnt követett el, hogy ő meglátta, és nekik még el is mondta az apukát, hogy mit látott, mire magához térve ugye Noé megátkozza, de nem Kámot, hanem Kánaánt. Kánaán nevű leszármazott nincsen, de Föld igen. És akkor mit átkozott meg? Kám leszármazottjainak a Földjét örök időkre. Szép. No, tehát így folytatódik a történet, de minket most a Noénak a végakarata érdekel. Valóban közeledén érzi a halálát, magához hívja Sémet, és azt mondja neki, hogy ha meghaltam, akkor temess el, és utána menj el, és vedd magadhoz Melkizedeket, Malak fiát. Mert őt jelölte ki az Úr arra, hogy elvigye veled együtt Ádám atyánknak a testét a Föld közepére, ott elhelyez, és ott őrködjön fölötte, és ott teljesítsen papi szolgálatot. És aztán ő meghal, és Sém valóban elmegy Malakhoz, kikéri Melkizedeket, készítenek egy ládát, amit elrejtenek a
Várka mellett, és innentől most én a Etióp Ádám könyvvel fogom folytatni a történetet. Miért? Azért, mert ez a kincses barlang, ez végig ezt a szemita vonalat hangsúlyozza. Tehát itt végig arról van szó, hogy Sém az, aki mindent tud, a legfontosabb feladatokra van kijelölve. Az Etióp Ádám könyv egy egészen más leszármazási vonalat sejtett. És már mindjárt fogjuk látni a különbségeket. Tehát most onnan folytatjuk. Az Etióp Ádám könyvben innentől kezdve, hogy Noé meghalt, következőket olvashatjuk. Az Úr angyala, ez Mihály arkangyal, álmában megjelenik Kájnánnál, és a következőket mondja neki. El fog jönni a fiadért, pontosabban elküldöm a fiadért, Sémet, aki el fogja kísérni a fiadat, Melkizedeket az Úr által kijelölt helyre, ahol elhelyezik majd Ádám atyánknak a testét a föld középpontján, mert az Úr a te fiadat örökös főpapjává jelölte és emelte föl, és ő lesz az, aki ezt a szent feladatot végre kell, hogy hajtsa. Ezután Mihály arkangyal megjelenik Melkizedeknél is, ugyanezt elmondja neki, Melkizedek megkísér, és ki fog oda elkísérni, mondta, hogy Noé legidősebb fia, Sém. És utoljára elmegy Sémhez, és mondja neki, hogy hát te leszel a kísérő. Te leszel a kísérő, aki majd Melkizedeket elkíséred. És akkor tényleg másnap elkészíti Sém a ládát, ezt elrejti a bárka mellett, és aztán elmegy Melkizedekért, és az éjszaka leple alatt oda mennek a bárkához, de az ajtón egy nagy lakat van. Sém próbálja kinyitni, de nem tudja kinyitni. És akkor olyan kicsit olyan sértetten, pikirten odafordul Melkizedekről, hát akkor nyisd ki, te isteni nagyság. Melkizedek odalép, megérinti a lakatot, az lehullik, és föltárul az ajtó. Melkizedek belép, és akkor Ádámnak a testéből egy hang hallatszik. Ádámnak a hangja, aki megszólítja Melkizedeket, üdvözli őt, megerősíti a kiválasztottságában, majd az Úr hangja is megszólal, de ezeket Sém nem hallja. Melkizedek viszont igen. Aztán fölpakolják Ádámot ládástól, meg a szükséges elemózsiát, külön kosárba a szentelt kenyeret és a bort, és elindulnak. És valóban az Úr angyala mutatja nekik az utat végig, és amikor megérkeznek a kijelölt helyre, és leemelik a Ádám testét tartalmazó ládát, akkor magától szétnyílik négy irányba a föld, egy hatalmas üreg tárul föl, ebbe az angyal elhelyezi Ádám testét, akkor azonnal összezárul a föld fölötte. És akkor megszólal az Úr föntről, és Melkizedekhez intézi a szavait. És azt mondja neki, hogy fogj ezekből a kövekből 12-t, építs belőle oltárt, és ha elkészült az oltár, mutass be rajta áldozatot. És akkor így is tesz Melkizedek, fölépíti az oltárt 12 kőből, aztán kenyérrel és borral áldozatot mutat be, és amikor vége az áldozatnak, akkor a Szentlélek leszáll az oltárra, és megint megszólal az Úr, és a következőket mondja, elfogadtam az áldozatodat, és ezennel örökös főpapommá emellek, és ahogyan te ebből a 12 kőből oltárt építettél, úgy fogok én 12 apostolt elhívni, hogy tartó oszlopai és oltárai legyenek az emberiségnek, és ahogyan te kenyérrel és borral áldoztál, úgy fogom én a testemet és a véremet az emberiség megváltásáért feláldozni. És aznap még ott marad Sém Melkizedekkel, kipihenje az utazás fáradalmait, másnap búcsút vesznek egymástól, és indulás előtt Melkizedek megáldja Sémet. És ennek a Melkizedeknek, ahogyan az Úr parancsolja, csak én nem mondtam, nem szabad házat építenie, nem szabad asszonyt maga mellé vennie, nem szabad vért ontania, csak kenyérrel és borral áldozhat, a testét csak állatbőrökkel boríthatja be, és a körmét és a haját nem vághatja. Hát, mint hogyha ennek az alkotója éppen innen vette volna a mintát ennek a Melkizedeknek a megformálására. Na most ugye láttuk a különbségeket.
a két megközelítésből. Az első, a kincses barlang, az végig Sémnek a szerepét hangsúlyozza. Itt egész másról van szó. Itt nem Malak az apa, hanem Kainan. Hopp-hopp-hopp, bocsánat, hanem Kainan. És hogyha megnézzük, hogy milyen hangalaki megfelelések ragozhatók ebből ki, a Kámból, a Kainánból, a Kánaánból, akkor pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Ez a mi leszármazási vonalunk. Ugye Noé fia Kám, Kám fia Kus, Kus fia Nimród. Bocsánat, ellelőm a poént, mert ráteszem a kezemet ezzel. No, és akkor mi a más még? Hát az, hogy először Kainának jelenik meg, aztán Melkizedeknek az urangyala, és csak legvégül Sémnek. És ő már csak mint egy kísérő úgy szerepel ebben az egész történetben. Aztán ott vannak a bárkánál. Sém nem tudja kinyitni, Melkizedek egy érintésére megnyílik. Ádám és az úr nem Sémet, hanem Melkizedeket szólítja meg. Az úr parancsára Melkizedek emel oltárt, és maga az úr az, aki azt a 12 követ, amiből az oltárt Melkizedek elkészíti, hasonlítja a majd elhívandó 12 apostolhoz, és nem Izrael 12 törzséhez. Nagy különbség. És végül a búcsúzáskor nem Sém áldja meg Melkizedeket, hanem Melkizedek Sémet. És akkor elérkeztünk az utolsó könyvhöz. Ezzel gyorsan fogunk végezni, bár tulajdonképpen a legizgalmasabb, mert ezt nem nagyon ismerik. Tehát ez a Szláv Énok könyv. És ez egy kicsit olyan, ez Melkizedek csodás születéséről számol be, és egy kicsit olyan érzése van az embernek, mintha ugyanabból a forrásból merítene, mint Pál apostol, amikor ezt a bizonyos mondatot, amit most harmadszor fogok megismételni, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincsen, de hasonlóvá tétetvén Isten fiához pap marad örökké. Mintha ugyanabból a forrásból merítene. No, ebben az apokrifban az úr Matuzsálemet rendeli az oltárhoz, mert a nép papot kíván. És aztán Matuzsálemnek elmondja az úr, hogy halála után Nírt, itt megjelenik egy új figura, akiről eddig nem hallottunk, ez a Nír, ez szerint, a Szláv Énok könyv szerint Noénak az öccse. Tehát, hogy Nírt tegye meg őt utódjául, mint főpapot, és azt is elmondja neki, hogy özönvizet fog bocsátani a földre, amit majd csak Noé és a családja él túl. Na valóban így van, Matuzsálem halála után Nír lesz a főpap. Nírnek nincs gyermeke, mert az ő felesége, Sof Anima, itt érdemes egy pillanatra megállni, mert hozzá kéne szokni ahhoz, hogy nézzük meg, hogy nem véletlenül beszélő névről van ez szó. Ugye itt valószínűleg arról, ebbe én nem mentem bele, de azért fölismertem, hogy ugye a Sophia, tehát a görög Sophia bölcsesség, és a latin anima, a lélek szavakból ez a Sof Anima, ez nagyon gyanús. Legalábbis, hogy ez is egy beszélő nő. Tehát Szofaninának hívják a feleséget, ő meddő, és már nagyon öreg. És egyszer csak csoda történik, mert ez az öreg és meddő Szofanival megfogan. Na most, amikor annak ellenére, hogy már évek óta nem közelítette meg őt a férje, és amikor értesül az állapotáról Nír, akkor el akarja kergetni az asszonyt, hogy szégyent hozott rá, de ekkor hirtelen meghal Szofanima. Felravatolozzák, betakarják, hogy az állapotát eltitkolják, és amikor a ravatolozó szobába Noé és Nír belépnek, akkor földbe gyökerezik a lábuk, mert a halottból egy gyermek jön elő, aki fejlett, tud beszélni, és áldja az urat. Gyorsan megfürdetik, papírruhát adnak rá, adnak neki enni a szentelt kenyérből, és elnevezik Melkizedeknek. És akkor Noé azt mondja a testvérének, vigyázz Nír, mert gonosz emberek lepik el a földet, akik meg akarják majd ölni a fiadat. Hát vigyázz rá. És hát ez a szegény Nír teljesen kétségbe esik, hogy hogyan tudja megőrizni a fiát, de ekkor megjelenik neki az úr, és azt mondja, hogy ne félj Nír, mert a gyerekednek nem lesz semmi baja. Ugyanis el fogom küldeni érte Mihály arkangyalt, aki őt elviszi az Éden paradicsomába, és ott örök időkre elhelyezi, mert őt örökös főpapommá emelem. És valóban ez történik,
40 napig van az apja házában Melkizedek, amikor eljön Nírhez Mihály arkangyal, és azt mondja, hogy Nír, eljöttem a fiadért, de ne félj, mert az Úr parancsára az Édenkertbe viszem, ahol örökös főpapja az Istennek, és örökké ott fog maradni, és majd 12 nemzedék után a földön születik egy igaz ember, akit az Úr el fog küldeni arra a helyre, ahol a te bátyádnak a bárkája földet fog érni, és ott találni fog egy másik Melkizedeket, aki már 7 éve van ott, elrejtve a gonosz emberek elől, hogy meg ne öljék, és ez az igaz ember el fogja őt vinni arra a helyre, ahol az egyetemes megváltás fog bekövetkezni. Na most, hogyha figyelmesen olvasjuk ezeket a sorokat, akkor azt látjuk, hogy itt két Melkizedekről van szó. Az egyik az, aki Nírnek a gyermeke, aki egy halottból lép elő, egy szűz halottból, és akit az Úr örök időkre a paradicsomba helyez. A másik pedig, aki majd 12 nemzedékkel később születik meg, azon a helyen, ahol Noé-nek a bárkája földet ér, és ahonnan majd őt el fogják vinni arra a helyre, ahol neki papi szolgálatot kell teljesítenie, akit az Úr örökös főpapjává emel, annak a Nírnek a rendje, vagy annak a Melkizedeknek a rendje szerint, akit a paradicsomba helyezett el. És aki majd Jeruzsálem első királya lesz, és akiről a Szentírás is megemlékezik. Hát eddig a mese, és akkor most már csak annyi maradt hátra, hogy megpróbáljuk megkeresni azt a bizonyos közös gyökeret, amiről az elején szó volt, és amit nem találtunk. És én azt gondolom, hogy most talán még egy kis zavar van a fejekben, de ezeket most mindjárt helyre fogjuk tenni. Ugye, amikor az ember olvassa a kincses barlangot, akkor kialakul benne az a sejtés, ami aztán a Etióp Ádám könyv olvasásakor meggyőződésé válik, hogy a paradicsomból való kiüzetéstől egészen Noé haláláig a legfontosabb feladata az ősatyáknak az Isten Ádámnak tett ígéretének, az ígérete emlékezetének a fenntartása és a szent hely kijelölése és annak őrzése. Tehát az a tudás, az a feladat, ami apáról fiúra szállt Ádámtól egészen Noéig, az végezetül Melkizedekben ölt testet. Ezért talán nem olyan meglepő, hogy én így olvastam ki Melkizedeknek a nevét. Melkizedek, emlékezzetek. És amikor először volt előadás, Melkizedek előadás, én csak idáig jutottam. És utána kezdett leesni a tantusz, hogy hát itt sokkal többről van szó. Mert akkor fölteszi az emberek, hogy hát lehetett ennél fontosabb feladata? Hát igen, lehetett. És pedig az, hogy előképe legyen az egyetemes megváltó foganatosítójának, Jézus Krisztusnak. Ugyanis Jézus földi és földönduli létének minden lényeges állomása megelőlegeződik a Melkizedek mítoszba. Nézzük, hogy melyek ezek. Egyik sem földi apától fogant. Második. Mind a kettő szűztől született. Mind a kettő születése kapcsolódik az évkörnek a halál tengelyéhez, a szűzhalak tengelyéhez. Ugye Jézus szűztől született, és a születésével veszi kezdetét a halak világhónapja. A Melkizedek pedig a szláv énokkönyv leírása szerint egy halott szűzből lép elő. Ugye gondoljunk csak a hal és a halál hang valaki párhuzamára. Mind a kettő az atyától indult. A szláv énokkönyvben, bár én ezt most nem hangsúlyoztam ki, de úgy beszél Nírnek az Úr Melkizedekről, mint az én fiamról, akit elhelyezek a paradicsomban, mondja az Úr. És mit mond, amikor Jézus a keresztség felvétele után kilép a Jordánból, íme az én fiam, akiben gyönyörködöm, az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát mind a kettőt fiának nevezi. Tehát az atyától indul mind a kettő, de most az atyának az egyetemes hagyománya képviseleti helyét a tejútrendszer középpontjába helyezi. Ez a középpont a Földről nézve, hogy érhető el, illetve onnan ide, hogyan lehet jönni, a nyilas csillagképen keresztül. És amikor Földet ér,
egy olyan entitás, amelyik az Úrtól jön földi küldetése, az olyan energiatöblettel rendelkezik, hogy szükségszerűen ikresednie kell. Most Jézusnak volt ikerpárja? Hát már hogy ne lett volna? Először Keresztelő János, akivel már akkor fölismerik egymást, amikor még mindketten az anyjuk méhében vannak. Gondoljunk csak Erzsébet látogatása, Mária látogatására Erzsébetnél. És amikor kilép Keresztelő János a képből, abban a pillanatban ott van a másik János, az apostol és evangélista János, akire Jézus a maga háromdimenziós földi létét hagyományozza. Na most, Melkizedeknek volt ikerpárja? Hát akárhonnan nézzük, igen. Az egyik Melkizedek, az, akit az Úr örök időkre a paradicsomba helyezett, a másik pedig az, aki majd ennek a Melkizedeknek a rendje szerint örök is főpapjává emel, és aki majd első királya lesz Jeruzsálemnek, és akiről a Szentírás is megemlékezik. Melkizedek kenyérrel és borral áldozott, előkészítve ezzel az úrvacsora szentségét. Melkizedek 12 kőből épített oltárt, és ezt a 12 követ maga az Úr azonosítja a Jézus által elhívott 12 apostollal. Azt nézem, hogy van-e nekem még képem, van még képem, hogy nem. Igen. Na most Jézusnak másokért vállalt áldozata, ezt már ugye idéztük a Qumráni tekercs megfelelő passzusában, de most újra olvasom. Tehát ennek a Jézus másokért vállalt áldozatának az előképe a Melkizedek tekercseiből olvasható ki, és az ítéletnapja lesz a 10. jubileumi év vége, amikor a fény gyermekei és a Melkizedek rendjébe tartozók vezekelni fognak az emberiség bűnéért. Most a halál és a feltámadás. Ugye ez Melkizedeknél mint egy sűrítve jelenik meg, mint egy pontba sűrűsödve jelenik meg, ugye azzal, hogy halottból lép elő, és tulajdonképpen, tehát tulajdonképpen egy halottból támad, vagy úgy is mondhatnánk, feltámad az új élet. És végül megint csak a Melkizedek tekercsből idéznék, és ő, Melkizedek fog Isten szentjei fölött ítélni, elfoglalja helyét a hatalmaságok tanácsában, és az Istenek körében tart ítéletet, és Melkizedek fogja az Isteni ítéletet végrehajtani. Ez pedig tökéletes előképe az apostoli hitvallás, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat mondatainak. Tehát Melkizedek kenyérrel és borral áldozott, Jézus ezt a kenyeret és a bort a saját testévé és vérévé lényegítette át. Melkizedek fenntartotta Isten ígéretét, annak az emlékét, Jézusban pedig, és Jézus által ez az ígéret mindannyiunk számára valóságá vált. És mi volt ez az ígéret? Hát azt hiszem, hogy a szavaknál többet mond a kép. Ebben az esetben Grünewald Izenheimi oltárának feltámadás jelenete. És azt mondom, hogy hát ezzel a képpel, ezt a képet vigyék magukkal haza, és ezzel a képpel búcsúzom én is Melkizedektől, és búcsúzom önöktől is, megköszönve megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt a izgalmas kalandulást. Rengeteg ismerettel, társadalmat, mindazdalmat, mert köszönjük szépen Kardos Józsának. És akkor ez...